Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a képviselőtestületet, illetve megjelent vendégeinket 2016. január 27-i képviselőtestületi ülésünkön. Megállapítom, hogy 11 fővel határozott képes a képviselőtestület. A kiküldött napirendi pontokkal kapcsolatban és a meghívó tervezettel kapcsolatban tennék módosítási javaslatot, mégpedig 20 napirendi pontok felvételére tennék javaslatot a képviselőtestület részére. Egyebekben nyílt ülés keretei között szeretnék kettő napirendet felvetetni. Ezeknek a címe előterjesztés a 27/2012-es rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának elfogadásáról. Ez az anyag, ez kiküldésre került a mai nap fői nap folyamán, illetve egyebekben kettes napirendi pont a előterjesztés a kötelező beléptetési kvótáról. Ez az betelepítési kvótáról. Ez az anyag tegnap bizottsági ülésen vetődött fel. Egy pici pontosítást javasolnék a bizottság által tett határozat tervezethez, de én azt gondolom, hogy ez nem jelenthet mondott majd a testületnek az elfogadás kapcsán. Illetve zárt ülés keretei között szeretnék három napi rendi pontot javasolni, felvenni a képviselőtestület részére. Előterjesztés Tiszavasvári Város Közétkeztetési Non-Profit Kft. Vezetőjének jutalmazásáról, kettessel előterjesztés intézményvezetővel kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyről, illetve hármassal intézményvezetői megbízásról való lemondásról. Kérdezném a képviselőtestületet, hogy kinek van ezekkel kapcsolatban felvetése. A sorrend tekintettel arra, hogy intézményi önkormányzati dolgozók vannak jelen, így nem változtatnék, mert elég sokat kellene akkor pakolgatni. Hát nem szeretném, mert akkor most mindenkit előrébb vennénk, úgyhogy nem javasolnám. Szerintem igyekszünk gyorsak és rugalmasak lenni. Van-e egyéb felvetés, kérés, kérdés? Ha nincsen, akkor én javaslom, hogy szavazzunk a meghívó tervezetről, az általam tett 5 plusz napirendi pontnak a felvetéséről is. Egyben megállapítom, hogy 11 egyhangú szavazati arányal elfogadásra került. Mielőtt a napirendekre térnénk, a két kötelező jellegű feladatunkat kérem, hogy beszéljük át, illetve tárgyaljuk meg. Az egyik jelentés a polgármester két képviselőtestületi ülés között végzett munkájáról. December 17-ével kezdődik ez az első dátum. Ekkor a Magiszter Alapítvány óvoda, általános iskola és középiskola és szakiskola karácsonyi rendezvényén vettem részt. Ugyanezen a napon egy támok, kezdi csokorom, pályázati keretben a megyei önkormányzat szervezése által egy járási projektrendezvényen vettem részt itt a polgármesteri hivatal épületében. Majd ezt követően a Közétkeztetési Non-Profit Kft. Évzáró értekezletén vettem részt. Kérem, hogy a mobiltelefonokat némítsuk le, vagy kapcsoljuk ki. Nagyon szépen köszönöm. 17-én a Kabai János Általános Iskolának a karácsonyi hangversenyén voltam, 18-án a Vasvári Pál iskolában, nekem ugye csak Vasvári Pál iskola, Vasvári Pál iskolának a karácsonyi ünnepségén vettem részt, 18-án a Tiszavasvári járási hivatal foglalkoztatási osztályának az épületének, a régi munkaügyi központ elnevezésű épületnek az ünnepélyes épület átadó rendezvényén voltam, szintén 18-án a Vasvári Pál Társaság évzáró értekezletén és vacsoráján vettem részt. December 20-án adventi gyertyagyújtáson voltam, december 21-én Budapesten egy pályázati egyeztetésen voltam, december 22-én a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat
közgyűlésén voltam, majd ezt követően egy karácsonyi csomagosztáson vettem részt. December 23-án Krasznainé Dutó Csikós Magdolna városi kincstár vezetője volt a vendégem, aktuális kérdéseket beszéltünk át. December 28-án a Városi Televízió részére adtam egy interjút. December 29-én Nyíregyházán évzáró megyei sajtóértekezleten vettem részt. Január 4-én a polgármesteri fogadónapomat tartottam. Január 5-én Ácsáné dr. Kalán Eszter a Hajnalka, a Kornisné Liptai ez a Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetője volt a vendégem, aktuális kérdéseket, pályázati lehetőségeket beszéltünk át. Január 6-án Fekete Erika, a Tiszavasvári Egészségügyi Non-Profit Kft. Ügyvezetője volt a vendégem, egészségügyi pályázati kiírással kapcsolatban egyeztettünk. Január 8-án Ácsáné dr. Kalán Eszter, a Kornisné Liptai ez a Szociális és Gyermekjóléti Központ vezetőjének a meghívására Szociális és Gyermekjóléti Tárgyú miniszteri rendelet módosításával kapcsolatos egyeztetésen és megbeszélésen vettem részt, amely a járásra vonatkozott és gyermekjóléti feladatok ellátásáról rendelkezett. Január 12-én Balogné Szűz Zsuzsanna, a Vasvári Pál Múzeum vezetője volt a vendégem, aktuális múzeumi kérdések vettünk számba. Január 13-án Németh Zoltán tűzoltó parancsnok úr volt a vendégem, illetve ugyanezen a napon Szabó András, a Tivaszok Kft. Ügyvezetője keresett fel. Január 13-án a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat elnökével, Sesták Oszkárral találkoztam, pályázati, elsődlegesen topos jellegű kiírásokat egyeztettünk és beszéltünk át. Január 16-án Budapesten voltam, a Magyar Polgármesterek Közösségének egy ülésén vettem részt. Január 19-én Jó Szabolcs, az Opus Team Kft. Vezetője volt a vendégem, illetve a Magyarországi Magiszter Alapítvány képviselői, óvoda pályázattal kapcsolatos egyeztetést folytattunk le. Január 20-án 95 éves köszöntésen vettem részt, ezt követően top pályázati megbeszélésen vettem részt. Január 25-én Nácsa Balázs, a Tiszatér Társulás ügyvezető, és Pete László, a Tiszatér Társulás munkatársa volt a vendégem. Pályázati kiírásokat beszéltünk át velük. Ezt követően a Városi Könyvtár egyik rendezvényén Matiz János kiállítás bemutatóján vettem részt, kiállítás megnyitóján vettem részt. Január 26-án, a tegnapi nap folyamán pedig a Vasvári Pál Múzeumnak Gombás András nevéhez kapcsolódó könyvbemutatóján vettem részt. Van-e a képviselőtestületnek kérdése ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor köszönöm szépen. Át is térnénk a másik kötelező feladatunkra, a lejárt határidejű határozatok végrehajtására vonatkozó jelentés elfogadására. Az anya kiküldésre került, van-e a testületnek kérdése, véleménye? Nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk, észfelemeléssel fogadjuk el, megállapítom, 11 igen, egyhangú szavazati arányal elfogadásra került. Egyes napirendi pontunk, előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 28/2015-ös önkormányzati rendelet módosításáról. Téma felelős... Nincs Érikó jegyző, nincsen kiegészítés, köszönöm szépen. Kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak a döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen, szociális és humán bizottság döntését kérném. Szociális és humán bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a rendelettervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e a képviselőtestületnek kérdése vagy véleménye ezzel kapcsolatban? Parancsolj. Nem igazán kérdésem lenne, hanem azt szeretném itt is elmondani, hogy a bizottsági ülésen is ugyan kérdésként feltettem, választ kaptam rá. Tehát a kérdés a bizottsági ülésen az volt, hogy ez a 106 millió forint az állami normatívából, támogatásból érkezik Tiszavasvári önkormányzatához, és itt azt kérdeztem meg, hogy Tiszavasvári városi önkormányzata kell-e, hogy ehhez
bármilyen pénzösszeggel hozzájáruljon, és én azt a választok, nem tudom, Bandi, meg tudsz erősíteni, hogy ez nem jár plusz költséggel. Tőlem hogy, kaptad. De hogy Bandi, meg tud-e itt erősíteni, mert jegyzőasszonytól kaptam. Hát jó érzünk. Hát pénzügy részéről nem volt. Hát ki a hivatal vezetője? Nem azt jelenti, hogy... Ki ismerhet? Nem kell. De egy kérdéssel fordulhatok én is. Köszönöm szépen. Tehát azt a választ kaptam, hogy nem kerül plusz pénz be Sziszaroshajó város önkormányzatának, és itt tartom fontosnak megjegyezni azt, hogy azért néhány tévhitet érdemes eloszlatni a városban, mert vannak azért olyan közszájon forgó mondák, hogy bizonyos támogatások és segélyek mibe kerülnek az önkormányzatnak és milyen terreket jelentenek. Itt ezt fontos leszögezni, hogy ez plusz pénzünkben nem kerül, egy olyan lehetőség, amit fel tudunk használni, ugyan megvan szabva, hogy milyen keretekben, milyen formában, mikre lehet ezt fordítani, de mint hogy itt az előterjesztésben is látjuk, azért van lehetőségünk arra, hogy új támogatási formákat vezessünk be a felsőoktatásban résztvevőknek, temetéssel kapcsolatban, akik rászorultak lesznek, majd is sok minden másban. Úgyhogy ennyivel akartam ezt a napi rendet nem kiegészíteni, hanem a véleményemet, gondolataimat elmondani. Köszönöm szépen, ennyit szeretem, és támogatandónak, és mindenképpen elfogadandónak gondolom. Köszönöm szépen. Azért figyelmeztetem képviselő urat, vagy figyelmeztetlek a jegyzői hatáskör és feladatkör elvonásának veszélyeire. Amit elmondtál, igen, tehát ez valóban igaz, ezt minden önkormányzat megkapja az államtól egyfajta kötelező normatívaként. Én azért annyit fűznék ehhez hozzá, hogy ez nem ilyen talált pénz, meg plusz juttatás, és most nem azt mondom, hogy örülünk, és kirobbanóan jó helyzetben van a költségvetés, hiszen ezt egy meghatározott célra, meghatározott feladatkörre lehet elkölteni, illetve hát ugye az utóbbi két évben olyan szinten átalakult az önkormányzati finanszírozás, hogy azért van ennek ellentételezése. Tehát nagyon sok olyan plusz bevételt, amit korábbi időszakban az önkormányzat megkapott áttételesen ugye az államtól a gépjárműadónak a bizonyos százaléka, a személyi jövedelemadónak a bizonyos százaléka, ez ugye átalakult, ezt most nem kapjuk, helyette kapjuk ezt. Tehát ez leszögezem csak, hogy történelmileg hitelesek legyünk, meg objektívek legyünk, nem azt jelenti, hogy most 106 millió forinttal többet kap az önkormányzat, és nem tudjuk szinte hova elkölteni, hanem vannak olyan források, amiket elvontak, lásd, hogy a gépjárműadó, illetve a személyi jövedelemadó, és ehelyett megkapjuk normatív alapon, normatív finanszírozásként ezt az összeget, de valóban örülünk neki, hogy azért ebben vannak olyan területek, amiket tudunk egy kicsit kiemelni, akár az idősek támogatása, akár a felsőoktatási támogatás, parancsolj. Csak annyit reagálnék rá, hogy teljesen egyetértek ezzel is, és mindenféleképpen van ebben igazság. Azért volt fontos ez, mert annak idején, mikor megindult az átszervezés, és jöttek azok, hogy megszűnnek ilyen és olyan amolyan segélyek, támogatások, akkor az emberek pánikba estek, nem tudták igazán, hogy hogy fog működni ez a rendszer, és most, mikor azért látunk ilyeneket, hogy meg majd látni fogják a tisztavasárik, hogy mikre van újra lehetőségük, akkor az fontos tisztába tenni, hogy nem a tisztavasvári költségvetésből vesszük el máshonnan, hanem van egy keret, nem plusz, nem talált pénz, hanem van egy keret, amit állami forrásból vagy államtól kapottan föl tudunk használni. Én ezért gondoltam ezt, tehát nem elvettek valamit, és nincs tovább, és nekünk ezt itt ki kell gazdálkodni, hanem azért mégiscsak valami, és van lehetőségünk arra, hogy tudjunk pluszt adni az embereknek, és tudjuk őket segíteni. Ebben mindannyian egyetértettünk, szerintem ez vitán felül áll, hogy ez egy jó dolog, támogatandó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsolj, Julika, vagy... Én a beszámolóhoz csak a dicséretemet szeretném, az egyik egy dicséret volna a karácsonyi támogatást illetően. A nyugdíjasok részéről nagyon sokan megkerestek, és mondták, hogy milyen hálásak, és örültek ennek az egyszeri támogatásnak. És jó volna, hogyha ez a gyakorlat beválna a következő évben is, és volna miből is mennyit osztanunk nekik. A másik pedig a veszőparipám, amit ugyan jegyzőasszony tegnap megválaszolt, de a többiek, akik a pénzügyi bizottságban vannak, nem hallották.
nekem még mindig veszőparipám a szociális hálónak az elkészítése, amit intézményvezető asszony egyszer előterjesztett, hogy a főiskolások milyen szívesen megcsinálnák ezt, és hogyha pályázati lehetőségünk volna annak a finanszírozásának a megnyerésére, akkor jó volna, hogyha ez elkészülne, mert akkor világosabb és tisztább képet látnánk a rászorultság mértékéről. Nem tudom, hogy egy olyan most... Igen, valóban volt, emlékszem is erre a felvetésre, illetve hát a te felvetésedre, valamint intézményi vezető asszony is több alkalommal szorgalmazta ennek a szociális hálózatnak, egy szociális térképpel való kiterjesztését. Most lesz egy olyan topos pályázati kiírás, amiből én azt gondolom, hogy ezt a területet is nagyon szépen lehet finanszírozni, el lehet készíteni. Kicsit talán nagyobb léptékbe is gondolkodhatunk, mint ugye az alap felvetés volt, hogy főiskolások, illetve az adott szociális ágazatban dolgozó személyek készítsék el. Én bízom benne, hogy mivel már most megkezdődtek azért folyamatosan a topos pályázati kiírások, és azért ebben az évben egy jelentős szegmensét a megyei topos keretnek kiírja majd a megyei önkormányzat, szerintem bele fog férni ez is. Biztos vagyok benne, hogy pályázni fog rá az önkormányzat, szerintem mindenki egyöntetűen fogja támogatni majd a pályázat benyújtását, aztán bízunk benne, hogy minél hamarabb ez támogatást is kap, és megvalósulhat pályázati felhasználásból. Csak egy fél mondatot szeretnék hozzáfűzni, nagyon sokan vannak, akik szégyellik a szegénységüket, és ezekről mi nem tudunk. És vannak notórius kérők, akik folyton az ajtóba állnak és kérnek, de nagyon sokan vannak, akik nem kérnek, és rászorulók. És ezért volna jó, miután betekintésünk nincs ebben a tekintetben, hogy kinek mennyi a vagyona, meg stb. Ilyen kérdéseket nem tudunk vizsgálni, de ha ez elkészülne, akkor tisztább képet kapnánk. Jó, köszönöm szépen, hogy egyetértek ezzel én is, parancsolj doktor úr. Én is egyetértek az előttem felszólókkal, lehet mondani, hogy szintén már mindent elmondtak, így maradt. Hát csak annyi, hogy köszönet fejezek ki az általam megkeresett betegek, akik jöttek, és köszönet fejezték ki ezen által, hogy ilyen támogatásban volt részes. Köszönjük szépen, hát igyekszünk megtartani ugye ezt, reméljük, hogy azért egy általános gyakorlat lesz, parancsoljon csak. Nekem most egy gondolatom merült fel a beszélgetés között, és főleg ez a főiskolai támogatás, ha kattantam rá, mert tényleg egy új forma, és az jutott esetleg eszembe, hogy nem lehetne, ha már a tanulást támogatjuk, hogy azért minden évben akad egy gyerek vagy kettő, aki az Arany János programban részt vesz, és általában ott ösztöndíjat is kell, tudom, hogy ösztöndíjszerű megállapítást kellene adnunk, hogy az nem hozható esetleg ebbe bele, hogy azt akkor, hogy ez össze lehet így vonni, vagy ez teljesen másból kell finanszírozni. Nem, szerintem támogattuk ezt a korábbi. De tudom, hogy korábbi kérelemre az átlás, csak hogy ennek a keretnek a terhére lehetne azt beletenni. Megmondolandó, legközelebb, hogyha majd lesz a rendeletnek a módosítása, gondolom, hogy a bentlakásos intézmények meg a személyi térítési díjak miatt olyan március-április környékén, akkor tehát, hogy meglátjuk, hogy lehet-e esetleg. Hogy lehet szabályozás szintjén belerakni, mert arra egy külön pályázati kiírás van. Persze, hogy vannak megfogva, hogy is egy hátrányos helyzetű gyerekek kapják által, azok tudnak bejutni ebbe az Arany János programba, tehát nekik a szociális hátterük adott. Csak én most az jutott eszembe, hogy akkor esetleg, mit van most egy 100 milliós nagyságrendű pénzügyi keretünk, akkor nem lehetne ezt a pár ezer forintot ennek a keretnek, tehát most én inkább ilyen költségvetés. Azt értem, hogy forrás szintjén igen, csak rendeletben nem biztos, hogy bele tudjuk rakni, mert ennek van egy központi szabályozása, és nem helyi szabályozás, a helyi sajátossággal. De az összeget úgyis mi határozzuk meg. De meg fogjuk nézni. Jó. Most csak ez a első megérzésem volt a dologgal kapcsolatban, de felírom, és akkor majd legközelebbi módosításnál meglátjuk, hogy bele rakott volna. Köszönöm szépen, van egyéb észrevétel kérdés? Akkor az alaprendelet tervezetet javaslom elfogadni, kérem, hogy kész felemeléssel támogass. 11 igen szavazati arányal elfogadásra került. Kettes napirendi pontunk, előterjesztés a Rojkomet Kft. 2015. évre vonatkozó beszámolójáról. Témafelelős gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető. Van-e Marian kiegészítés? Köszönöm szépen, kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak a döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását.
Köszönöm szépen. Van-e kérdése a képviselőtestületnek? Véleménye, hozzászólás? Parancsoljatok, nem tudom, ki jelentkezett először. A hölgyeknek adjuk meg szerintem a jogot. Julika, parancsolj. Én csak néhány szóval szeretném méltatni Rojko doktor úr Med Kft. Ez sose tudom, mi ez a Med Kft. Egészségügy. Szóval a Rojko Med Kft. Végzett munkáját dicséretes. Én úgy gondolom, hogy az uniós elvárásoknak megfelelő ügyeleti struktúrát sikerült kialakítani, amelyikre méltán büszkék lehetünk. A másik pedig az, hogy dicsérném az előző képviselőtestületi döntést, az, hogy az épületet is felújítottuk, és mennyivel jobban néz így ki, mint ha vártunk volna pályázati kiírásra majd valamikor, akármikor. És még nem tudom, hogy Rojko doktor fog-e hozzászólni, de elől-hátul most már jól néz ki, de még középen úgy hallottam, hogy van munka és teendő. Igen. Van, mindig. Köszönjük szépen a hozzászólást. Nem tudom, ki jelentkezett. Józsi, parancsolj. Én annak örülök ebbe az ügyeletbe, hogy évekkel ezelőtt, évtizedeken keresztül azt lehet mondani, állandóan probléma volt az ügyelettel. Tehát feltöltöttük hétfőn a gyógyszeres szekrényt, szerdán eltűnt a gyógyszer, nem találtak orvost, betegek panaszkodtak szinte heti szinten az önkormányzathoz, és azért én úgy gondolom, hogy dicséret érdemli doktor urat azért, amiért így gatyába rázta az önkormányzatnál ezt a témakört, ezt az ügyeletet, és ráadásul azt is jegyezzük meg, hogy olcsóbb, mint amikor annak idején csinálta az önkormányzat. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gyorsan reflektálva erre a felvetésedre, én itt bekarikáztam magamnak, hogy ugye az éves önkormányzati támogatás, amióta a Rojko Med Kft. Végzi ezt a tevékenységet, azért jócskán kevesebb, mint a korábbi időszakban. Azért itt, hogy kalkulálok, hát durván egy 2-2,5 millió forint a kevesebb önkormányzati finanszírozást kell adni a Kft.-nek, mint akkor, amikor ugye még az önkormányzat látta el ezt a feladatot. És én azért azt még itt hangsúlyoznám, és nem feltétlenül a szemedbe kívánlak dicsérni, doktor úr, de azért azt tegyük már hozzá, hogy ugye köszönjük szépen neked, hogy az központi orvosi ügyelet mögötti területet olyan szépen rendbe raktad. Azt azért elmondom a jelenlévőknek, meg a televízió nézőknek is, hogy önerőből építetted meg azt a kerítést, illetve a belső udvarnak a rendezését, azt önerőből vállaltad. Annyi volt igazából az önkormányzatnak ebben a segítsége, hogy magának a kerítésnek a helyét a kincstár munkatársai kialakították, tehát azért ez is jócskán egy 100 000-es tételt jelentett annak a kerítésnek a ilyen fajta kiépítése. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy minden mellett, hogy vállaltad te az ügyeletnek a mindenféle ügyes-bajos dolgának az ellátását szakmai pénzügyi területen, de még ilyen plusz költséget is magadra vállaltál, hiszen akkor, amikor a ügyeletet megközben szereztettük, akkor ugye szó sem volt ilyen jellegű felújítási munkálatoknak, vagy ilyen jellegű plusz munkálatoknak a vállalásáról. Úgyhogy köszönjük szépen, reméljük, hogy a későbbiekben is ilyenfajta szép együttműködésnek lehetünk a részesei. Van-e egyéb jellegű észrevétel, vagy kérdés? Én is csak dicsérni tudom a elvégzett munkát, és nagyon sok pozitív jelzés érkezett a bejelentkezési rendszerrel kapcsolatban, csak hogy egy kicsit a hangulatot növeljön, volt egy idős néni, aki megkeresett, és mondta, hogy tudja lelkem, én azt gondoltam, hogy mi már megint ez az úri huncutság, de rájöttem, hogy jó. Tehát ezt is nagyon sokan köszönik, hogy ilyen könnyű bejutni, tudják ellenőrizni, nem kell sokat várni, tehát csak pozitív jelzést kaptam. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hadd javítsa ki, mert a bejelentkezési rendszer az nem az én érdemem, hanem az... De közös. Együtt végeztétek, hozzátartozik ehhez az anyaghoz. Köszönöm szépen. Van-e egyéb jellegű észrevétel, kérdés, hozzászólás?
Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk, észfelemelésre jelezze, aki elfogadja, megállapítom, hogy egyhangú szavazati arányal elfogadásra került. Hármas napirendi pont. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde 2015. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóról. Jegyzőnő a témafelelős, van-e? Nincsen kiegészítés. Szociális és Humán Bizottságnak a döntését kérném. A Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a képviselőtestületnek? Véleménye? Parancsoljon. Én tegnap a bizottsági ülésen nem szólaltam fel, aztán megbántam és gondoltam, hogy majd gondolom, mert a Tiszavasvári Bölcsőde 15 éves szakmai munkájának a beszámolóját nagyon-nagyon nagyra tudom értékelni, becsülni. Minden részletre kiterjedő, nagyon szép munka. Ritkán lát az ember ilyen gyönyörű munkát. Legutóbb egy intézményvezetői pályázatnál láttam ilyen figyelemre méltó munkát, és szeretném a dicséretemet kifejezni Reznek Istvánné intézményvezetőnek. Azért is, mert a képviselők ugye nem járunk a bölcsődébe már, hogy tisztában legyünk az ott folyó munkákkal, és ő fényképekkel is illusztrálta, és akkor legalább tudjuk, hogy kik azok a munkatársaink. Itt a legutolsó lapon például a gondozó-nevelő munkák végzőknek a fényképe itt van, és nagyon tetszett a szakmai és a gazdasági értékelés mellett ez a fényképsorozat is, úgyhogy ezt el fogom menteni. Még kezembe akadt egy másik városnak a bölcsődei beszámolója is, és ott találtam egy idézetet, elnézést kérek, de hát tudjátok, hogy én nagyon szeretem ezeket a szép filozófikus mondatokat. Ezt gyorsan elolvasnám. Így szól a legfelsőbb létező. Tekintsd úgy az embert, mint egy felmérhetetlen értékű kincsekkel teli ládát. Egyedül csak is a nevelés képes arra, hogy feltáruljanak kincsei, s hogy azok az emberiség javára váljanak. Tehát az első lépcsőfok a bölcsőde. A bölcsődébe a gyerekünket betesszük, akkor ott elképesztő változások, hatások érik, és hogyha jó az indítás, akkor az óvodai és az iskolai lépcsőfokokat már könnyebben fogja tudni megmászni. És én csak dicséretet hallok a bölcsődéről mindig. Én magam ugyan nem tapasztaltam meg, de a beszámoló önmagáért beszél. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, hát kedves Julika, várunk nagy szeretettel. Az utóbbi időben kijutott ünnepi alkalmak kapcsán a bölcsődei látogatásból nekem is, és hát itt játszótérre voltó különféle legós felajánlás, és nem tudom milyen felújítási munkálatok keretében azért több alkalommal is el tudtam jutni hozzátok, és hát valóban azért egy nagyon-nagyon szép, ugyanakkor nagyon-nagyon megterhelő feladatot, küldetést tölt be minden olyan gondozó nevelő, aki a bölcsödében dolgozik. Hát valóban egy szép szakmai beszámolót kaptunk. Én köszönöm szépen, sok sikert kívánok a bölcsőde minden dolgozójának, intézményvezető asszonynak is, és arra szeretném még felhívni a figyelmet, hogy nem is olyan régen beszélgettünk arról, hogy lesznek azért pályázati kiírások, bár ugye már napelemmel el tudtuk látni a bölcsődét, de hát azért ott van egy konyha, illetve vannak olyan feladatok, akár az épületnek a javítása, szigetelése, nyílászáró cseré, és sorolhatnám, amit azért nagyon szívesen szeretnénk ellátni, hát bízom benne, most olyan egyeztetéseket folytattam én is, hogy akár a topos pályázati kiírásokba beleférhetnek a bölcsőde felújítási munkálatai, úgyhogy bízom benne, hogy azért ez olyan jellegű politikai lobbit és politikai támogatást is fog kapni, hogy ezzel jól járhat az önkormányzat is, meg hát jól járhattuk ti. Úgyhogy jó munkát kívánok nektek, sok sikert a továbbiakban is. Van egy egyéb jellegű kérdés, észrevétel? Ha nincsen, akkor kérném, hogy fogadjuk el a beszámolót, két felemeléssel jelezzük. Megállapítom, hogy 11 igen egyhangú szavazati arányban elfogadtuk 4-es, és köszönjük szépen, Edith. Köszönjük. 4-es napirendi pontunk, előterjesztés a vízi közmű rendszer gördülő fejlesztési tervének elfogadásáról. Téma felelős
Gazdagné dr. Tóth Marianna, van-e olyan kiegészítés? Nincsen kiegészítésem, csak tájékoztatásul szeretném közölni, hogy az előterjesztésben is hivatkozott határidő hosszabbítás kérésre írásban is megkaptuk a hivataltól a levelet, és 2016. február 29 napjáig, ahogy kértük, addig kaptunk határidőt a fejlesztési terv beküldésére. Köszönöm. Köszönjük szépen, kérem a pénzügyi ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdése a képviselőtestületnek? Véleménye, hozzászólása? Én annyit szeretnék ehhez, illetve a másik napirendi ponthoz hozzászólni, megjegyezni, hogy a bizottság ülésén nem tudtam részt venni, és azért voltak felvetések, voltak kérdések, illetve hát volt olyan terület, amit átbeszéltünk, hogy én azért mindenkit arra szeretnék emlékeztetni, hogy akkor, amikor ugye Szabó András átvette a telefonokat, kapcsoljuk ki, amikor Szabó András átvette a vízműnek a kezelését, azért egy minimális szinten működött, vagy megszokhattuk, hogy a minimális szinten működött a Komiktivaszok Kft., illetve az ivóvízszolgáltatás. Aztán itt azért 2-3 év alatt elég jelentős gazdasági pénzügyi magasságokba emelkedhettünk, és én még emlékszem arra, amikor bérleti díjjal, rezsicsökkentéssel, víziközműadóval, mindennel együtt azért egy 50 millió forintos úgymond nyereséget sikerült elérnetek, úgyhogy nem létszámleépítéshez nyújtatok, nem forrás elvonáshoz nyújtatok, nem a fejlesztések kivonásához nyújtatok. Ugye annak az oka, hogy most jelen pillanatban nem 50 millió forint, vagy akármennyi millió forint bérleti díjat fizettek az önkormányzatnak, illetve az adott településnek, aki a ZRT-ben szerepel és társultak, annak egyetlen egy oka van, hogy a rezsicsökkentéssel azért jelentős plusz bevételtől estetek el, a különféle vezetékadótól, víziközműadótól, szintén, ha jól emlékszem, de cáfolj meg, hogy 30 millió forint körüli plusz terhet gazdálkodik ki ez a cég, tehát most én a Tiszavasvári telephelyről beszélek, és hát azért mind a mellett a dolgozói létszámot meg tudtátok tartani, mind a mellett azért a szükséges felújítási munkálatokat el tudtátok végezni. Ugye a polgármester úr is több alkalommal egyeztetett, akár a Bajcsi József Attila, Dózsa György útnak a kereszteződése, ez is egy olyan régóta húzódó probléma volt, amit sikerült megoldanotok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenféle szempontból jól működik a ZRT, jól működik az ivóvíz-szennyvízszolgáltatás a városban, és hát bízunk benne, hogy azért a nagy jogszabályi változások és az országgyűlésben bizonyos jellegű érdekek és szélirányok azért nem fognak ebben változtatni, és megmaradhat ez a társulás. Úgyhogy további sok sikert kívánok, és bízom benne, hogy az előterjesztésben ugye 2030 van megjelölve, mint gyönyörű fejlesztés, hát remélem, hogy ez a 2030-as év ez azt jelenti, hogy akkor még Tiszavasváriban az ERT fog jó vizet szolgáltatni. Köszönöm, van-e egyéb kérdés észrevétel a testület részéről? Ha nincsen, akkor kérem, hogy fogadjuk el, kész felemelése jelezzük, aki elfogadja a határozatot, 11 igen. Egyhangú szavazati arányal elfogadásra került. Ötös napi rendi pontunk. Előterjesztés a Hajdúkerület és Bihari Víziközmű Szolgáltató ZRT-vel kötött bérleti üzemeltetési szerződés módosításáról. Téma felelős Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető. Van-e Marian kiegészítés? Kérném a pénzügyi ügyrendi bizottság döntését. Pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozott tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdés? Én ugyan az előző napirenddel egy kicsit egybevontam ezt a napirendet, de hát az előbbiekben elhangzottak, azok vonatkoznak ugye erre a napirendre is egybekezelve. Van-e kérdés, vélemény, hozzászólás? Ha nincsen, akkor kérem, hogy fogadjuk el ezt is kézfelemeléssel. Szavazzunk. 11 igen, egyhangú szavazati arányra elfogadásra kerül. Hatos napirendi pontunk, előterjesztés Tiszavasvári város közétkeztetésén non-profit Kft. Alapítókirat módosításáról. Témafelelős Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető. Van-e kiegészítés?
Köszönöm szépen. Kérném a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a képviselőtestületnek? Vélemény, hozzászólás? Ha nincsen, akkor kérem, hogy ezt is fogadjuk el készfelemeléssel. 11 igen szavazati arányal elfogadtuk. Hetes napi rendi pontunk, előterjesztés a hulladékgyűjtő szigetek felülvizsgálatáról, téma felelős jegyzőnő. Nincs kiegészítő. Köszönöm, kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elfogadását. Köszönöm szépen, van-e kérdés a képviselőtestületnek? Véleménye, hozzászólása, parancsolj. Ez a hulladékgyűjtős, igaz? Igen. Szigetes. Én itt a határozott tervezetben láttam a szigeteknek a kialakítását, egy javaslatot, hogy szeretnék egy kérésre fordulni. Elolvastam az előterjesztést, láttam az indoklást, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy a Bűdi város részt és egy hulladékgyűjtő sziget megtartásra szükséges lenne, mert itt egy árlakótelepen van, Krúdin van, Vágóhíd, vagy lesz Vágóhíd, Vasvári Pál út 1-7, ugye városközpont, Kossuth út 2. És onnantól kezdve az a rész az semmilyen ilyen hulladékgyűjtővel nem lesz ellátva. Tehát elég nagy a terület, legalább egyet, hogyha lehetőség van rá. Nem, bocsánat, én nem támogatom ezt a felvetést, mert akkor a Majorosi részre is kell, Szent Mihályi részre is kell, a Petőfi úton is meg kell hagyni. Még pedig azért nem támogatom, mert ebben, amikor a előterjesztést készítettük, az a vezérszál vezetett bennünket, vagy vezérgondolat vezetett bennünket, hogy azokon a területeken, ahol tömbösen laknak több család, lakik lakótelepi környezetben, és ugye ott nincsenek olyan szelektív gyűjtő kukák, nem tudják elhelyezni ezeket a szelektív gyűjtő kukákat, ott legyen lerakva, rá kell szorítani a Bűdi város részen is azokat a családokat, független attól, hogy most cigány magyar család, a Majorosi területen is, hogy igenis vegyék át, fizessék ki a hulladékszerződésben vállalt összeget, hiszen ez egy kötelező szolgáltatás, ez nem az önkormányzatnak jelent bevételt, ezt mindenkinek ki kell fizetni, be kell hajtani, és utána vegyék át azokat a szelektív gyűjtőkukákat. Ha azon a részen megértem a problémát, biztos nehéz is lesz átállni, vagy biztos lesznek is ezzel kapcsolatban nehézségek vagy anomáliák, amiket majd esetleg kezelnünk kell, de nem futok elébe a dolgoknak, de hogyha azt mondjuk, hogy Bűdön legyen egy helyen, akkor ugyanúgy mondhatja adott másik 7 körzeti képviselő is, hogy de akkor az ő körzetébe is hagyjunk egyet vagy másikat, és akkor megint ez kiszámíthatatlan lesz. Úgyhogy én azt mondom, hogy ami a határozat tervezetben megjelölt 5 terület, gyári lakótelep, Krúdi lakótelep, Vágóhíd, Vasvári Pál utca, Kossuth út, ezeken a területeken maradhasson meg, és egyébként pedig mindenki vegye át azt a szelektív hulladékgyűjtő kukát. 3500, vagy nem is tudom, 3600 kukát kaptunk, szelektív kukát kaptunk, abból múlt heti vagy két heti adat, hogy 2600-at átvettek. Tehát van még 1000 háztartásra, még hogyha lakatlan ingatlanokat, vagy a mindennapi életben nem lakott ingatlanokat leszámítom, akkor is azért van egy jó néhány. Tehát ezekre oda fogunk hatni, oda fogunk figyelni, és ugye akár amit a cselekvési tervben is meghirdettünk, több alkalommal is ezekre kell rászorítani majd a Bűdi város részen élőket is, meg a Majorosi város részen élőket is. Én ezt nem fogom tudni elfogadni ebben a formában, mert egyébként nem is értem, hogy a többi képviselő az miért nem reagál erre. Tehát mindenkinek van saját körzete, mindenhol problémát fog okozni majd ennek nem. A hulladéknak az elhelyezése. Azzal egyetértek, hogy rá kell szorítani az embereket a szelektív gyűjtésre és a hulladék elszállítás megfizetésére, de azzal, hogy most egy tolvonással ezeken a részeken megszüntetjük véglegesen, nem biztos, hogy előre fogunk menni. Ha azt mondom, hogy az a gondolatmenet van, hogy nem mindenütt megszüntetjük, hanem csökkentjük, és egy-egy helyet hagyunk meg, akkor is előrébb vagyunk, mint hogy majd azzal fogunk találkozni, hogy lerakják az árokba, lerakják a városon kívül, és látjuk azt, hogy majd mennek a közmunkások,
munkatársaink vagy nem mennek, és gyűjtik össze a szétdobált hulladékot. Én azt gondolom, hogy minden képviselőnek nekem is kötelességem az ott élők érdekeit is szem előtt tartani. Én fontosnak látnám a Bődi város részén legalább egy szelektív gyűjtősziketnek a megtartását. Ha nem kap támogatást, az nem rajtam fog múlni, én megtettem a tőlem tehetőt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Szerintem, bocsánat, meg reflektálok csak, az ott élők érdeke is az, hogy igenis arra a városrészre is rá legyen szorítva, hogy kukába gyűjtsék és szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Azok voltak a tapasztalatok, hiába volt 20 darab, vagy nem is tudom, 18 darab, vagy akármennyi darab szelektív hulladékgyűjtő, te is tudod, Bűdön is, a Majorban is, sőt, a Kabai János általános, nekem Kabai János általános iskola, ne vessetek rám követ, a Kabai János általános iskola mellett az ifjúsági úton is sorozatosan probléma volt ezzel egy belső városközponti területen, olyan területen, ahol ugye elvileg mondhatjuk azt, hogy olyan családok laknak, akik normálisan fizetik a kukadíjat, normálisan dolgoznak, stb. És mégsem tudtuk rászokatni nagyon sok mindenkit a szelektív hulladékgyűjtésre. Azért, hogy akár a városközpontban, akár Bűdön a szelektív hulladékgyűjtőbe döglött macskától kezdve háztartási hulladék, meg fáradt olaj legyen elhelyezve, meg gumiabroncs, ez szerintem tarthatatlan, és nem is kell ezt támogatni. Tehát én ebben hajthatatlan vagyok, hogy nem. Ne engedjünk ilyen jellegű kiskapukat, mert akkor kezelhetetlenné válik, parancsolj. Nekem csak egy ilyen technikai megjegyzésem lenne ezzel az egészen, mert mi pénzügyi bizottságim eléggé sokat tárgyalt, csak azóta jöttek jelzések olyan irányba, hogy ha tényleg rááll mindenki a szelektív gyűjtésre, akkor az a tapasztalat, hogy egy hónapra kevés a szelektív gyűjtőnek a térfogata, tehát, hogy nem fog beleférni egy havi tipikus szelektív gyűjtésnek az anyaga. De nekem családos, aki ez, tehát most nem egyedülállókra mondtam, tehát azt mondja, hogy most már lecsökkent a kommunális hulladéknak a nagysága, de viszont a szelektív az megnőtt, és mivel havonta csak egyszer viszik el, így valószínűleg azt a célt, amit akartunk, az meg fog szűnni, ugyanúgy a kommunális hulladékba fog majd lehet a második hét után tenni. Hogy én szerintem lehetne ezen esetleg gondolkozni, hogyha lesznek tapasztalatok egy fél év után, hogy nem lehetne mondjuk két heti rendszerességgel vinni, mert hogy átrendeződik a szemét rendezés egy családon belül, és ha belegondolunk a sok PET palack, a papír, meg egyebek, ez tette igazán a hulladékot ki. Ez csak egy ilyen jelzés, illetve az, hogy majd az üvegre is találjunk majd megoldást, hogy ne a kommunális hulladékba kerüljön majd az üveg, mert most jelenleg azt nem tudjuk szelektíven így gyűjteni. Kivált az, hogyha csak ezekben a pár szigetre tudjuk maximum elvinni. Köszönöm szépen. Kérdésem lenne, ez akkor is előfordul, hogyha PET palackot összefűzünk? Én azt most nem tudom, nekem családosok jelezték, én nem, tehát hogy én csak azt látom, hogy amikor ki vannak téve a kukák, a színülték tele van, illetve még mellette is vannak zacskók, tehát én azt veszem észre, lehet, hogy most ünnepek is voltak és egyebek, tehát igen, hogy most több lehet, lenne, hogy több volt, én azt nem tudom, fordult, hogy de hogy esetleg ez jó lenne egy ilyen fél éves táblatban vizsgálni, hogyha tényleg rá fogunk szokni a szelektív gyűjtés, hogy elég ez, hogy havonta, mert azért az akkor ugyanúgy bele kell. Igen. Szerintem mindannyian annak örülnénk, hogyha jelezni kellene, hogy két hetente jöjjenek, mert akkor ugye azt jelenti, hogy mindenki szelektíven gyűjti, és akkor átállna egy kicsit ez a térség is a környezettudatos életmódra. De persze, hogyha van ennek létjogosultsága, meg alapja, akkor jelezzük a társaság. Meggyűjtünk tapasztalatokat társaság felé. Jó. Parancsolj. Én az előző kérdésre szeretnék véleményt nyilvánítani. Ugyanezt tapasztaltuk fél évvel ezelőtt, egy évvel ezelőtt, ettől féltünk az üdülőtelepen is, hogy ugye mi ugye zsákba hordtuk le a szemetet a konténerekbe, és hogyha el fogjuk venni, mindenki oda fogja dobálni a szemetet, és nem fog kukákat vásárolni. És nagyon szépen megoldódott egy fél év alatt. Most már mindenkinek van. Minden utcában, aki rendszeresen ott lakik, azok mindenki. Tehát én úgy gondolom, hogy elég felnőttek ahhoz az emberek, hogy lássák azt, hogy ezeket elkevés. Aki meg trehány, az meg úgyis trehány maradt, tehát azt csak fegyelmezésekkel vagy büntetésekkel tudjuk rákényszeríteni, hogy a szemetet hova hordja. Ebben biztos vagyok. De az üdülőn is megoldódott a probléma. A másik pedig az szerintem, hogy miért a másik ember fizesse meg a trehány embernek a szemét elszállítását. Tehát én úgy gondolom, mindenkinek a saját kötelessége.
Jó, köszönöm szépen. Természetesen, hogyha látunk bármilyen jellegű a későbbiekben tapasztalatot, ami valamelyik irányba elmozdítaná a döntésünknek a jogosságát, akkor azért felülvizsgáljuk, parancsolj. Én lehet, hogy nem fognak szeretni a lakótömbökben élők, amit most mondok, itt közben gondolkoztam, de ha egyszer ugye telkes házzal rendelkezőknek ott van a szelektív kuka, meg kell venni. Ugye a tömbös házban lakóknak is van személygyűjtő helységük, és személygyűjtő erényeiknek is kell lenni. Akkor nekik is át kellett venni, vagy nekik is át lehetett venni, vagy meg kell, megvásárolhatják a szelektív gyűjtőket, és akkor ingyen van, nekik is ingyen van, akkor ott van abban a házban az a szelektív gyűjtő, és akkor miért nem csináljuk azt meg, hogy ne legyen ilyen ellentét a városon belül, hogy egyetlen egy szelektív szigetet, mondjuk a Vágóhíd, stb. Helyen kijelölünk, ahova olyan emberek, akik le akarják hordani és nem tudják hova vinni a szelektív szemetüket, levihetik a pluszt. Hát ugye, ha én jól értelmezem, itt az a cél, hogy mindenki egységesen, Tiszavasváriban egyformán fizessen a szemétért. És mindegy, milyen lakásban lakik, neki szemét keletkezik, és azt szelektíven gyűjtse. Na most, hogyha meghagyjuk a szigeteket azokon a bizonyos helyeken, akkor pozitív diszkriminációt alkalmazunk, mert nekik is van egy lakás méretre, egy társas házra kiszámított szemét tároló mennyiségük, amiben nekik is a szelektívet és a másikat úgy kell gyűjteni. Tehát én azt mondom, és lehet, hogy ezért nem fog nekem örülni, hogy én inkább egy városi központit tudnék javasolni, ahol egy-két közmunkás még naponta felügyelheti is, és akkor biztos nem lesz benne olyan szemét, ami nem odavaló. Én úgy gondolom, hogy inkább praktikus okai vannak, tehát aki több lakásban lakik, és lehet, hogy el kellene menni egy ilyen helyre. Megvan a hulladék gyűjtőedényeknek a helye, de csak annak a klasszikus hulladék gyűjtőedényeknek, és már nem fér rá a szelektív hulladéknak a lakásonként az a mennyiség, amit kellene még akkor is, hogyha kevesebben vették fel, és egyszerűen fizikailag nem lehet hol elhelyezni, főleg mondjuk egy kódi lakótelepen, vagy egy gyári lakótelepen, ahol elég közel vannak egymáshoz. Nincs hely, hát azért mondtam, hogy praktikus okai vannak. Én tudnék a saját problémánkról beszélni, de nem fogok, mert körülbelül az utcára, vagy az út mentére lehetne kirakni ezeket a szelektív kukákat, mert egyszerűen nincs hely, hova. Igen, akkor most már így, tehát én ezt értem, de ez az előterjesztésből nem ez jött le. Tehát ugye itt az indoklásokkal, meg a kérésekkel szempontban az jött le, hogy azért hagyjuk ott, mert hogy ott nekik nem kell szelektíven gyűjteni, mert nekik nincs hova tenni. Tehát hogy az jött le, hogy plusz elhelyezési lehetőséget biztosítunk nekik, mikor ugye ott is mindenkinek jár, ugye a szelektív gyűjtő. Tehát beidéztük a jogszabályt, amelyben az van benne, hogy hulladékgyűjtő szigeteken történő elhelyezés csak kiegészítő megoldásként. Elsősorban olyan sűrűn lakott település részeken legyen alkalmazható, ezek a lakótelepek általában, ahol az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladék házhoz menő gyűjtése és elszállítása nem biztosítható. Ezért nem, mert fizikálisan nem lehet elhelyezni. De akkor ez mondjuk sajnálatos, hogyha nem belül a teljesztésből. Csak egy gondolatot szeretnék a gyári lakótelepvel kapcsolatban, tehát ott a épületek alatt nincsen kialakított személygyűjtőhely, tehát nem tudják, csak kint az utcán történik, és felvázolnák, ha minden lakó föl átvenni ezt a valamit, akkor csak kuka konténerek lennének sorba. És ezért én decemberben ezért is kértem előzetesen, amikor ugye nem került ez előterjesztésre, hogy amennyiben lehet a gyári lakótelepen mindenképp maradjon meg a szelektív gyűjtés, mert az meg nem kezelhető, hogy hát nem tudom, hogy hány lakás van ott, de több száz ilyen szelektív gyűjtőkukát kellene kihelyezni, tehát fizikailag nem lehet kihelyezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért nem vetném el képviselő úrnak a javaslatát. Vizsgáljuk ma a következő lépésbe azt, hogy ezeken a lakótelepeken milyen egységes személygyűjtőhelyet tudunk létrehozni. Nem kimondottan darabonként a kukák, hanem egy egységes valamit, hát, ha ki tudunk ebbe hozni. Köszönöm szépen. Lesz olyan terület, ahol nem fogunk tudni kihozni, de megnézzük, tehát valóban az lenne a cél,
hogy 100%-ban álljunk át, ugye ezek praktikussági okok is indokolták. Egyet-kettőt én mindenképpen szeretnék azért megtartani, akármi is lesz hosszú távon, mégpedig azért, mert ugye elhangzott itt is többször, hogy az üvegeket nem tudjuk hogy gyűjteni, külön azokat a szelektív kukákba, a háztartási szelektív kukákba nem lehet belerakni, azért egy-két gyűjtőszigetet mindenféleképpen hosszú távon meg kellene tartani, hogy aki veszi a fáradtságot és még az üveget is szelektíven gyűjti, az azért ezekre a pontokra el tudja majd juttatni az üvegeket, de mint ahogy hangsúlyoztam, ha azt látjuk évközben vagy akármikor, hogy vannak tapasztalatok, és egyébként olyan nagy probléma ezeken a területeken a szelektív gyűjtővel nem is volt. Annyi baj, mint mondjuk a külsőbb területeken, vagy egy-néhány gócponton. De majd, ha lesz bármiféle visszajelzés, akkor beszélhetünk róla még egyszer, és tényleg úgy látjuk, akkor át lehet itt állni, ha meg fogjuk tudni oldani, de mondom, szerintem fizikailag nem fogjuk tudni megoldani minden területen. Jó. Van-e egyéb felvetés vagy kérdés? Parancsoljuk, Julika. Nem esett szó a hulladékgyűjtőszigetek felszámolásáról, mert felszámolásra kerülnek. Én azt javasolnám, olyan javaslattal élnék, hogy ne gépi erővel tüntessük el, vagy törjük fel a betonalapot, hanem lehetőséghez, anyagi pénztárcánkhoz mérten virágládákat tegyünk oda. Például az én utcámban nagyon tudnék neki örülni, bár lehet, hogy Zsolti ezt majd megvétózza, mert azt mondja, hogy inkább parkoló kellene, de én inkább a virágra szavazok, majd megegyezünk, vagy összeverekszünk, nem tudom. Tehát az a méltatlan helyzet, ami ott kialakult az ifjúság úton, amennyit én szégyenkeztem személyes érintettség révén, mint hogyha én hordtam volna oda azt a tömérdek szemetet, ami ott volt az elképesztő és patkányjárás. Most nagyon üdvözölném és örülnék, hogyha ott egy csodálatos virágláda pompázna. Köszönöm szépen. Azért ez is volt, tehát majd feldobjuk és meglátjuk, hogy melyik lesz a jobb ötlet. Jó, tolmács megvizsgáljuk. Igen. Nem, én is annyit, hogy én is érintett vagyok egy ilyen szelektív gyűjtő sziget, arra néz az ablakom, és megmondom őszintén, hogy kettősség volt bennem, tehát az ember örül, hogy látja, hogy hordják oda a szelektív gyűjtőket, de közben az is bennem volt, hogy ott azért viszonylag egy elég értékes lakások is vannak ott a környéken, és elkezdtem gondolkodni, hogy valaki el akarná adni azt a lakást, ne talán lakásokat, ez rögtön ezt meglátja, akkor elmegy onnan minden vevő. Tehát valószínűleg biztos kell erre megoldás olyan, hogy egy tisztaság hang érződjön a városba, ne pedig az, hogy minden hétvégén nem is tudom, milyen szeméthegyekbe ott azt nézzük. Köszönöm szépen. És még egy tájékoztatás lenne a vállalkozók és a közintézmények felé, hogy ez azt jelenti, hogy mindenkinek magának kell gondoskodni. A pályázati pénzből csak a magánszemélyeket illette meg az, hogy ingyen kapjanak szelektív kukát a többieknek, tehát közintézményeknek, a saját intézményeinknek is pénzért kell megvenni. Azt hallottam, hogy talán 5000 valahány száz forintos, hogyha és ezt hol jól emlékszem, megtenni. Tehát Nyíregyházán lehet, de mert az ingyenes is csak ott lehet átvenni. És ezt nem lehet ebből a... Tehát, hogyha már itt van Vasváriban, ezt nem lehet úgy megoldani, hogy akkor itt, mert azért ez nem olyan egyszerű hazahozni ezeket a kukákat. Csak ezt is már be kell szállítanom, mert december 31-ig lehetett itt. Már egyeztették is, hogy januárban mit fordítik el, szerintem már elvitték. De ugyanezt fogják nem eladni? De ugyanezt akkor miért kéne visszavinni? Tehát nem esetleg lehetne egy... Hát ez valami pályázati... Ez az ingyenes, el kell számolni. Támogatás volt, és el kell számolni a THG-nek is. Erre az elég jelentős uniós, meg hazai forrást is kaptak. Egy levelet ezt a részét írhatunk, is tudjuk egyeztetni. Egyeztetünk, megkérdezünk írunk egy levelet, de és akkor pályázati írás miatt volt, így van. Jó, köszönöm szépen, akkor van-e még észrevétel, ha nincs, akkor kérem, hogy fogadjuk el. Én az alapot teszem fel szavazásra, aki elfogadja, kérem kézfelemelésre jelezze. Tartózkodás, nem szavazat, egy nem szavazat és 10 tartózkodást kapott. Így van, azt akartam. 8-as napi rendi pontunk, előterjesztés a Vasváripán Múzeum belépőjegy árainak felülvizsgálatáról. Téma felelős gazdagnak tudót
Marianna osztályvezető, asszony, van-e kiegészítés, igen, van. Marian? A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzottakat követően a múzeum igazgatója javasolta módosítani a korábban kiküldésre került belépő díjak árait, és ezeket szeretném akkor ismertetni. A módosításokat mondom csak. Tisztavasvári diákjegy 100 forint maradna, a családi jegy 1000 forintról 1300 forintra emelkedne, múzeumpedagógia csak egy alkalommal, a tisztavasváriaknak 200 forint per fő, a tisztavasvárin kívül más településekről érkezőknek pedig 300 forint per fő áron kerülne értékesítésre. Múzeumpedagógia csomagban szintén a tisztavasváriaknak 100 forint per fő, a városunkon kívül más településről érkezőknek pedig 200 forint per fő áron kerülne értékesítésre. Feltüntetésre kerülnének továbbá még az ingyenes jegyárak, amelyek az alábbiak: 6 év alattiaknak, csak múzeumlátogatás tekintetében, 70 év feletti nyugdíjasoknak, fogyatékkal élőknek, plusz egy fő kísérőjüknek, NOE vagy pedagógus kártyával rendelkezőknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 2 igen szavazattal, 3 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezet elutasítását. Köszönöm, kérem a szociális és humán bizottság döntését. Szociális és humán bizottság 4 igen szavazattal. Köszönöm szépen. Van-e kérdés a képviselő? Parancsolj. Igen, a bizottsági ülésen tartózkodtam a javaslattól, de ezt azelőtt történt, mielőtt megkövette egy egészséges diskurzus, ahol közbeszólt meg a múzeum vezető, és olyan érveket hozott fel, hogy én átgondolva a dolgokat, hogy érzem, hogy valóban igaza volt, és javasolnám az előző tervezetet. Nem ezt a kiavítottat, nem előző, hogy maradjon az. Tehát valóban érdemes. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, doktor, kiegészítésedet. Van-e kérdés, felvetés, észrevétel? Nincs. Parancsolj. Ugye bizottságin egészséges diskurzus folytattunk, és én javasoltam Zsuzsának, hogy a tiszavasvári diákok és a tiszavasváriak érdekében ez a csökkentett jegyár maradjon. Továbbra is fenntartanám ezt a javaslatomat, hiszen a gyerekektől sokkal több pénzt a szülőktől beszedni már ilyen jövedelmi körülmények között Tiszavasváriban szerintem nem lehet. Nincs rá sok esély. Ez azzal járhat, hogyha nincs pályázati pénzünk a belépők fedezésére, hogy ugye csökken a gyerekek múzeumi látogatásainak száma, mert hogyha ha nem tudunk fizetni, akkor nem fogunk elmenni. Nekem volt még egy másik javaslatom is, hogyha mindenképpen akarjuk támogatni, hogy plusz költségvetési forrást biztosítunk a múzeumnak direkt erre a jegyáraknak a emelése ellen, hogy ne kelljen megemelni, de én ezt a másodikat ezt javaslom támogatásra, mert ez mindenképpen az iskolai részt befolyásolja. Nem, akkor már nem is szóltam a magiszter alapítvány iskoláról, azok a gyerekek mikor fognak eljutni múzeumban, még a 100 forint ellenére is nagyon húzós nekik, mert ott csak pályázati pénzekből tudják fedezni ezeket az összegeket. Hát ezeket az érveket hallva én azt gondolom, hogy a gyermekekre tekintettel lehetünk, tudva az, hogy doktor úr is azért nap mint nap találkozik velük és gyógyítja is, úgyhogy akkor most lelkileg is próbáljuk egy kicsit őket gyógyítani, hogy minél több tiszavasvárival kapcsolatos értéket láthassanak a napokban. Tehát én ezt így akkor el tudom fogadni, hogyha ez ilyen kompromisszumos megoldásként szerepelhet. Csak annyival egészteném ki, hogy bizottsági ülésen is ugye tárgyaltuk a Szociális és Humán Bizottság ezt a napirendet, és én ott elmondtam intézményvezető asszonynak, hogy első olvasatra egyértelműen elutasítottam azt, hogy egy ilyen áremelés következzen be. Mi már a módosítottat fogadtuk el, és mindenféleképpen ezt javasolnám támogatni a képviselőtársaknak is. Ugyanis nem csak Tiszavasvárban, nagyon sok más településen is megvan a helyieknek a kedvezmény. Ugye fontos az, hogy
hogy az itt élőknek tudjunk nyújtani valamit, ne csak segélyeket, meg támogatásokat, meg munkahelyet, meg nem tudom én mit, hanem aki ilyen helyekre el szeretne jutni, az akár kedvezményesebben vehesse ezt igénybe. Aki ide jön kirándulni, pihenni, nyaralni, nem tudom, a szabad idejét tölteni, az be fogja kalkulálni a magasabb múzeumi belépőt, ő ezzel számol, viszont a helyieknek kedvezünk ennyivel, és én doktor úrnak is ezt javasolnám, hogy a tiszavasári emberekre, gyerekekre való tekintettel gondolja ezt át, és támogassa ezt az új javaslatot. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, van egyéb észrevétel? Ha nincsen, akkor én a módosított javaslatot teszem fel. Jó, ami az intézmény vezető asszonytól is elhangzott. Aki elfogadja, akkor kérem, hogy kézfelemelésre jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy egyhangú egyetértésben 11 igen szavazattal megszavaztuk és elfogadtuk a határozattervezetet. 9-es napirendi pontunk, előterjesztés a Tiszaharsvári Báthori út 2 szám alatti munkaügyi kirendeltség épületének ingyenes használatba adásáról. Téma felelős Gulyás Nigál Anita. Köszönöm szépen, kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdése a képviselőtestületnek, vélemény, esetleg hozzászólás? Ha nincsen, akkor kérem, hogy fogadjuk el az előterjesztést, segítsük a járás és a munkahelyi központnak a munkáját. 11 igen egyhangú szavazati arányjal elfogadásra került. 10-es napirendi pontunk, a következő előterjesztés a Tiszaharsvári Ady Endre út 8 szám alatti irodaházban megüresedett helyiség bérbeadásáról. Téma felelős szintén Anita. Köszönöm szépen, kérem a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen. Van-e kérdése a testületnek, véleménye, hozzászólása? Nincsen, akkor kérem, hogy ezt is fogadjuk el készfelemeléssel. 11 igen szavazati arányal elfogadásra került. 11-es napirendi pontunk, előterjesztés Tiszaharsvári Város Önkormányzata és Nemzetiségi Önkormányzatok közötti együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról. Téma felelős Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető asszony. Van egy kiegészítés, köszönöm szépen. Kérném a pénzügyi ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság mind a két határozattervezetet 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek elfogadása. Köszönöm szépen. Van-e a testületnek kérdése, véleménye, észrevétele? Ha nincsen, két határozattervezetről kell most döntenünk. Először az 1-esről kérem, hogy szavazzunk, utána a 2-es határozattervezetről. Megállapítom, hogy mind a kettő 11 igen egy hangú arányt kapott. 12-es napirendi pontunk, előterjesztés írásbeli határozathozatali döntés jóváhagyásáról. Téma felelős Girus András, van-e valami kiegészítés? Igen, szeretnék kiegészítést tenni, tisztelt képviselőtestület. A határozattervezetben pontatlanul alkalmaztuk a rövidítés során a képzőközpont nevét, ezért javaslom a második sorban, a továbbiakban Nyírvidék TISZK helyett Nyírvidék képzőközpontot alkalmazni, illetve az második pontban, az úgy írt, hogy KFT, ott is Nyírvidék képzőközpont legyen a helyet eltüntetve. Köszönöm. Köszönöm szépen a pontosítást és a tájékoztatást. Kérném a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását, a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel. Köszönöm szépen, van a testületnek kérdése, észrevétele, véleménye. A pontosítások akkor elhangzottak, közben itt nagy szeretettel és nagy tisztelettel üdvözlöm Margót, Gasperi Román Margitot, aki az ügyvezetője ennek az egész intézménynek. Nincsen egyéb kiegészítés, gondolom, akkor kérném a testületet, hogy fogadjuk el, szavazzunk készfelemeléssel. Megállapítom, hogy 11 igen egyhangú határozattal elfogadtuk, és köszönjük szépen Margónak, hogy megtisztel bennünket a jelenlétével. 13-as napirendi pontunk, előterjesztés intézményvezetői munkakör módosításáról. Téma felelős Ciáki Tíme a köztisztviselő. Van-e kiegészítés, Timike? Köszönöm szépen. Kérném a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését.
A pénzügyi és ügyrendi bizottság 5 igen szavazattal javasolja a képviselőtestületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm, kérem a Szociális és Humán Bizottság döntését. Szociális és Humán Bizottság 4 igen szavazattal ellenszavazott és tartózkodás nélkül javasolja a testületnek a határozattervezet elfogadását. Köszönöm szépen, van-e kérdése a képviselőtestületnek? Véleménye, hozzászólása, parancsolj. Azt szeretném elmondani, hogy tegnap bizottságülésen én jegyzőasszonyhoz fordultam kérdéssel ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban. Ugye Nácsányi dr. Kalán Eszter közalkalmazott kinevezésének, munkakörének módosításáról beszélünk, és én feltettem kérdésként, hogy a bíróság 4 testületi határozatot megsemmisített, ezt a kúria is jóvá hagyta már is, ezek a határozatok nem élnek, és az egyik határozat ebből az volt, hogy a közalkalmazotti kinevezést is megszüntette ezzel a határozat megsemmisítéssel a bíróság. És ugyanazt a választ kaptam jegyzőasszonytól, hogy ez nincs hatással a mostani munkakör módosításra, de ettől függetlenül én bizonytalanná váltam is, és nem igazán tudom eldönteni, hogy most ez így jogszerű-e, mert ha a bíróság megsemmisített egy közalkalmazotti kinevezést, amit a szakértői véleményben a kormányhivatal által le is van írva, akkor hogyan tudunk most módosítani egy közalkalmazotti munkakört, ha nem létezik kinevezés, vagy nem tudom. Tehát én nem vagyok jogász, jogtudós, ugyan kaptam választ jegyzőasszonytól erre a kérdésre, de volt már rá példa, és nem megbántani szeretném, mint itt az adott bírósági ítéletek sora is mutatja, hogy azok a jogi értelmezések és döntések nem állták meg a helyüket, amik itt születtek. Úgyhogy én ebben a napirendben tanástalanná váltam. Nem is kérek igazán most véleményt ezzel kapcsolatban, vagy javaslatot. Én a saját dilemmámat szerettem volna elmondani, úgyhogy ebben a napirendben én tartózkodni fogok. Köszönöm szépen. Tehát, hogy jogilag megállja a helyét az, tehát mi módosíthatjuk-e Nácsányi dr. Kalán Eszter közalkalmazotti munkakörét úgy, hogy született egy bírósági döntés, ami a testületi határozatot megsemmisítette, amivel Nácsányi Kalán Eszter közalkalmazotti kinevezését határozatlan időre jóvá hagytuk. És ezt azért is kérdezem, hogy ha már belefolyunk ebbe a dologba, mert tudomásom szerint új közalkalmazotti kinevezés nem született azóta, de lehet én tudom rosszul. Tehát ha valami nincs, akkor hogyan módosítunk most? Köszönöm szépen. Tehát azt beszéltük meg a tegnapi nap, hogy a PER az intézményvezetői megbízatással kapcsolatos dolgokra irányult. Az más dolog, hogy az a határozat, vagy az egyik határozat, amelyikbe utólag a képviselőtestület jóváhagyta a polgármesternek a kinevezési okiratban szereplő meghatározásokat, ami a próbaidőre, a közalkalmazotti jogviszonyra, meg nem tudom én mire vonatkozott, hogy hatályon kívül helyezte, de alapvetően az a PER a vezetői megbízással kapcsolatos dolgokra terjed ki. Attól még, tehát az azt érinti, attól még a közalkalmazotti jogviszonya az él. És azt is megbeszéltük, hogy attól, hogy az a határozza, vagy azok a kúriai döntések hatályon kívül helyezték a határozatot, a mögötte lévő szerződések azok még élnek. És ezért lehet azt a szerződést módosítani, és ugye hoztam egy másik példát is, amit még egyszer nem akarok majd elmondani, hogy melyik ügyben volt, ahol ugyanúgy ér tovább a határozat. Szerződés. Jó, köszönöm szépen. Van egyéb észrevétel, kérdés, vélemény? Ha nincsen, akkor szavazásra teszem fel az előterjesztést, hogy elfogadja a határozattervezetet, kérem, hogy készfelemelése jelezze. Nem szavazat, tartózkodás, egy tartózkodás és 10 igen szavazattal elfogadásra kerül. 14-es napi rendi pontunk. Előterjesztés a Tiszavasari Általános Iskola Általános Intézményvezető helyettesi álláshelyre benyújtott pályázat véleményezéséről. Téma felelős Sztiáki Tíma, a köztisztviselő, van-e témike kiegészítés? Köszönöm szépen. Bizottságok nem tárgyalták, van-e a képviselőtestületnek kérdése, véleménye, hozzászólása? Nincsen.
parancsolj. Én intenzívűen nem szavazom. Köszönöm szépen. Én, mivel nem önkormányzati fenntartású, én pedig tartózkodni fogok. Van-e egyéb észrevétel bejelenteni való kérdés? Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazunk ki az, aki elfogadja az előterjesztést, illetve a határozattervezetet kész felemelése jelezze. Tartózkodás. Na ez most 1, 2, 3 tartózkodás, 1 nem szavazott, nem szavazott, 11-en voltunk, 4, akkor az 7. 7 igen, szavazattal 3 tartózkodás, 1 pedig nem szavazottal. Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk 15-ös. Előterjesztés a Tiszaosvári Általános Iskola Szakmai Intézmény vezető helyettesi állás helyre benyújtott pályázat véleményezéséről. Szintén Timike a témafelelős, nincsen kiegészítés, van-e a képviselőtestületnek kérdése, véleménye, hozzászólása? Nincsen. Akkor kérem, hogy szavazzunk, aki elfogadja az előterjesztés kész felemelése jelezze. Köszönöm szépen, tartózkodás. Én tartózkodtam, nem szavazat, nincsen. 1 tartózkodás, 10 igen szavazattal elfogadásra került a határozattervezet. Köszönöm szépen. 16-os napirendi pontunk, előterjesztés intézmény átszervezéssel kapcsolatos döntésekről. Témafelelős Gazdagné dr. Tóth Marianna osztályvezető. Van-e kiegészítés? Igen, az újonnan megalakuló intézmény nevének az Egyesített Közművelődési Intézmény és Könyvtár nevet javasoljuk, rövidített neve EKIK, és az új intézmény alapító okiratában szeretnék néhány pontosítást javasolni. A főcím, hogy alapító okirat alatt van, hogy egységes szerkezetbe foglalva ezt a szövegrészt kérném törölni. A telephelyeknél a művelődési központ és könyvtár is feltüntetésre került, de mivel a szabadságtér egy szám alatti székhelyként is szerepel, így telephelyként már nem kell feltüntetni, ezért ezt szeretném törölni. A 2.2-es pontban a költségvetési szerv alapítására jogosult szerv helyesen Tiszavasvári Város Önkormányzata, itt a képviselőtestület szót kérem törölni. A jogelőtt költségvetési szervnél a múzeum székhelye Kávin U helyett Kávin utca, tehát az U helyett az utcát kérem pontosan kiírni. A 3-as pontot szükséges kiegészíteni egy 3.2-es ponttal, ez a költségvetési szerv fenntartóját, illetve adatait tartalmazza, ez Tiszavasvári Város Önkormányzata, és a cím 4440 Tiszavasvári Városháza tér 4 szám. A 4.5-ös pontnál a költségvetési szerv illetékességi és működési területét javaslom kiegészíteni a múzeum tevékenységére vonatkozóan, mert a múzeum gyűjtőterülete Tiszavasvári járás közigazgatási területére terjed ki. És az 5.2-es pontban a foglalkoztatási jogviszonyoknál az egyéb jogviszony helyett megbízási jogviszony kerüljön használatra. Köszönöm. Köszönöm szépen a kiegészítéseket és a pontosításokat. Kérném a pénzügyi és ügyrendi bizottságnak a döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek a határozat tervezetek elfogadását a témafelelős által tett szóbeli kiegészítéssel. Köszönöm szépen. Kérném a Szociális és Humán Bizottság döntését. A Szociális és Humán Bizottság 3 igen szavazattal 1 ellen szavazattal nem javasolja a képviselőtestületnek az intézmény átszervezését. Köszönöm szépen. Kérdezném a képviselőtestületet, kinek van kérdése ezzel kapcsolatban. Nincs kérdés, vélemény, észrevétel, hozzászólás. Parancsolj Zsolti. Én bizottsági ülésen is elmondtam 2 aggályomat az előterjesztéssel kapcsolatban. Ugyanis hogy azzal kezdődik, hogy a létrehozott költségvetést vizsgáló bizottság tett javaslatot arra, hogy ez a múzeumi és művközponti könyvtár összeolvadás megtörténjen, és nem látom a... Tessék? Az áropos. Ah, igen, az áropos, igen, azzal, tehát hogy az... Azt hittem a szakmai bizottság. Nem, tehát ezt mondom, és ugye én nem látok itt költség hatékonysági mutatókat, mondjuk nagyjából számszerűsítve még mindig nem látom, mert hogyha, elmondtam bizottságin is, hogyha megmaradnak az épületek, megmaradnak a dolgozók, mert az van az előterjesztésben.
ugyanazok a költségek merülnek fel akkor a dologi kiadások és a személyi bérek keretén belül. Mert ha a második kérdésemhez kapcsolódok a bizottságin, hogyha megnézzük a szervezeti struktúrát, hogy ugye három alrész lesz, és ehhez jön egy csúcsvezető, akkor ugye ott mindenképpen a három alrész vezetőnek is van valamilyen bérpótléka a normál közalkalmazotti bérrel kapcsolatban. Azt pedig már utána gondoltam át, hogy mi van akkor, ha új vezetőt, tehát kívülről jövő vezető fogja megnyerni a pályázatot, akkor ugye plusz egy közalkalmazotti álláshely keletkezik, vagy el kell valakit bocsájtani a meglévők közül, ha nem megy el önszántából valaki. Tehát ezért nem látom a költségvetési részét. Tehát az, hogy itt párhuzamos programok megszervezése, meg ilyenek, ez logikus lesz, ez igen, tehát ez előfordult, szerint én is láttam, hogy két ugyanaz a program került megszervezésre, de ez még nem indokolja, hogy ilyen nyűgöt vegyen magába az önkormányzat, de ugye én még mióta ilyen nagy összevonásokat végigéltem, a végén sose volt jobb. Tehát ez mindenre morkozik most, nem csak az önkormányzatra, minden másra. Tehát, és nem látom itt a költséghatékonyságot ebben az egészben, ami miatt ugye az a szakmai bizottság, amiben benne volt Csilla és meg edzőasszony, ugye kimondta, hogy meg össze lehet vonni, jogilag nincs akadálya, viszont én költségvetésileg a megtakarítást nem látom benne, hogy mi lesz az a jövőben, amikor ebben akkor a költségeket fogjuk megtakarítani. Amellett, hogy mind a két intézmény ugye most is végzi a maga szakmai munkáját, ugye, és abban a jó minőségben, ahogy a vasváriak megszokták tőlük. Így van, köszönöm szépen. Én akkor reflektálnék is gyorsan a felvetésedre. Két dologgal szeretnélek azért megnyugtatni, hogyha ilyen félelmeid vannak. Az egyik, ugye a járási hivatal vezető úr most állt fel, és most megy ki, pedig őt is érinteni a járási hivatali rendszernek a... Igen, érdemes, mert pozitív, ez szintiszta pozitivitás lesz, és dicséret. Tehát ugye, amikor a kormány ez ott úgy döntött, hogy bizonyos feladat hatásköröket elvon a települési önkormányzatoktól, valamint jegyzőtől, polgármestertől, nem részletezem, a járási hivatalok felállítása kapcsán, akkor ugye egy részről egy nagyon fontos bástyája ennek a döntésnek az volt, hogy mennyire hatékony lesz, költséghatékony, illetve szakmailag is valószínűleg hatékonyabb lesz ez a rendszer. Na már most, amikor megszületett ez a döntés, akkor ugye az önkormányzati dolgozókat átvették a járásokba, aki az adott szakfeladaton volt, illetve hát ezek ennek a területeknek is lett egy vezetője, lett annak a vezetőjének egy helyettese, bizonyos területeken hivatalvezető úr tudja, hogy lett pénzügyi helyettes, mindegy, nem is akarok ezekbe a dolgokba belemenni, de ugye a médián keresztül, egyéb területekről is mi azt halljuk és azt tapasztaljuk, hogy a járási rendszer milyen jól működik, mennyire hatékonyan működik, mennyivel több tud megtakarítani a korábbi időszakhoz képest, holott azért ott is ugye át lett véve egy hatalmas tömeg, embertömeg, személyi állomány, minden egyes járási területnek lett egy vezetője, lett annak is egy helyettese. Kinevezve most ezt, hogy belülről jött, kívülről jött, ezt nem szeretném véleményezni. És ugye működik, és itt az élő példa, hogyha ezek a érvek igazak, hogy akkor ez hatékonyabban tud működni. Tehát ebből az okfejtésből kiindulva én azt gondolom, hogy ha lesz egy ilyen összevonás, akkor ez is hatékonyabban tud működni. És azért Tiszavasári történetében is volt nagyon sok olyan terület, aminek te is részese voltál. Nem tudom, hogy megszavaztad de azokat egyenként, nem is akarom felsorolni, mondjuk az óvodáknak az egyesítése kapcsán, az iskoláknak az egyesítése kapcsán, a városi kincstárnak a kialakítása kapcsán, ugye volt egy racionális, én tudom, hogy te azért sokszor tartózkodtál meg ilyen területeken, nem szavaztál semmi. Hát mindegy, na nem szavaztál
hanem tartózkodtál. De ugye ezeket akkor az adott városvezetés, adott településvezetés valamilyen szempontból úgy döntött. Ugye a városi kincstár nem szégyenbe vallani, én azt gondolom az elődöknek a pozitívumait, meg elismerni az eredményeit. Én azt hiszem, hogy látva azokat a példákat, hogy más településeken működhetett jól, vagy működött jól, a városi kincstár, én azt gondolom, azért maradt életben már most itt 10 évnek, vagy lassan 10 évnek a táblatából, mert több előnye van, mint hátránya van, és jól elvégzi a feladatokat. És ugye akkor is volt egy nagyon erős ellenszél, vagy ellenérzés, hogy biztos rosszul fog működni. Ugye mindenki fél a változásoktól, mindenki egyből a negatívumokat próbálja vázolni, mert nem szeretünk változni. De akkor, amikor az általános iskolákat is összevonták, vagy még inkább messzebbre megyek, vagy mások területekre megyek, a magiszter alapítványi iskola és óvoda kialakítása kapcsán is mindenki berzenkedett, hogy miért. Elvesztik közalkalmazotti státuszokat az ottani dolgozók, nem lesz jó, úgyis hamar meg fog szűnni, még több feladat fog rájuk hárulni, egyébként is az a legnehezebb terület, ahol ők dolgoznak, és megállják a helyüket. A 10 év táblatából látom, hogy ha bár van egy fluktuáció, az nem az alapítvány munkájának, meg az alapítvány hozzáállásának, meg korrektségének köszönhető, hanem az adott szakterületnek sajnos a nehézségei miatt van ez. És ugye azért abba is gondoljunk bele, hogy a korábbi időszakban azért a szociális területen is volt egy óriási összevonás. Tehát egy gyermekjóléti, egy szociális, egy családtámogatási, egy idős ellátási, egy bent lakásos, ami ugye teljesen egymástól elkülönülő, nem mondhatjuk azt, hogy közművelődés, közgyűjtemény, múzeum és egyéb terület, ami még azért én azt gondolom, hogy nagyon sokszor átfedi egymást, vagy hasonlít egymáshoz, azért ezt is összevonta az adott településvezetés, és ugye csinált egy 160 fős, vagy mit tenni, 150 fős, 180 fős dolgozói létszámú intézményt, amiben még az egészségügy is bele volt pakolva, amit meg aztán tényleg teljesen más terület. És ugye nem véletlen, hogy több alkalommal is kijöttek ezek a dolgok, vagy ezek a felvetések, és itt nagyon jó volt például az áropos pályázati felmérés, ami azt mondta, hogy nem feltétlenül fontos ezeket meghagyni önmagukba intézményt. Én azt hiszem, hogy egy jó menedzsmenttel még a jelenlegi sikereket is túl lehet szárnyalni, sokkal jobban össze lehet hangolni a két intézménynek, vagy három intézményterületnek a munkáját. Nagyon sok helyen van általános művelődési központtal, AMK-val elnevezve olyan intézmény, amiben nem csak ezek vannak benne, nem csak ez a három szakterület, vagy részterület, vagy két részterület, két intézményi terület, hanem ugye még az oktatás is, vagy a nevelés is, vagy még több jellegű feladat. Tehát én azt várnám ettől az intézkedéstől, vagy ettől a döntéstől, hogy egyrészről hatékonyabban működhet, szakmailag én nem is látok ebbe kivetni valót, tehát mind a két intézmény az végzi a dolgát, meg csinálja úgy a dolgát, ahogy a legjobb tudása szerint kell, hiszen ugye ezért is dolgoznak az ott lévő vezetők, meg az ott lévő állomány ezen a szakterületen, mert ezt választotta hivatásának, de ugyanakkor szerintem gazdaságilag is jobban meg fogja érni, hatékonyabb lesz, akár az anomáliák elkerülése véget. Én nem szeretném, hogy ha valakit el is kellene küldeni, és ugye az előterjesztésben sem szerepel ilyen jellegű dolog, tehát nem azzal oldanánk meg, vagy nem azzal tennénk hatékonyabbá ezt a szervezetet, hogy akkor most kettő takarítónői álláshelyből csinálunk egyet, vagy két karbantartóból, vagy nem tudom, múzeológusból, vagy múzeumpedagógusból, vagy művelődésszervezőből hagyunk egyet. Tehát félreértés ne essék. Viszont én azt hiszem, hogy azért majd idővel lehet bármilyen jellegű területre figyelni, és hát nem véletlen, hogy azért az adott területen működő ilyen intézményi összevonások azért hosszabb távon megmaradnak. És most nem akarok külön település kiemelni, de azért itt is van mellettünk nem egy, nem kettő, itt Szabolcs megyében, ahol így működik, és jól működik, sikeresen működik, és költséget is takarít meg. Tehát nem kell ettől berzenkedni, én azt hiszem, nem történik semmi olyan jellegű változás a jövőben ezekkel az intézményekkel kapcsolatban.
bízunk benne, hogy a leghatékonyabban fog működni. Van-e egyéb észrevétel vagy jelzés? Parancsolj! Én ismét feltenném azért a kérdést, hogy ha polgármesterünk megtenné, hogy konkrétan fogalmaz, mert itt, amiket én lejegyzeteltem magamnak, azok ilyenek voltak, hogy lehet bármilyen. Talán a menedzsment majd jobban fogja csinálni, bízunk abban, hogy... Tehát miben bízunk? Tehát mi ugyanazt hiányoljuk ennél az előterjesztésnél, mint a temető működtetésnél, mint nagyon sok más napirendnél, hogy nem látunk számokat, nem látunk elképzeléseket, nincs ebben a napirendben egy olyan, hogy mivel lesz ez nekünk jó. Tehát nincs konkrétum. Bocsáss meg, ez, hogy lesz ennek egy területnek gondolom egy vezetője, aki a legalkalmasabb lesz, vagy szerintem lesz olyan bölcs majd a képviselőtestület is, ha jelentkezők vagy előttek közül a legalkalmasabbat választja ki, aki majd ezt az új struktúrát, ezt fogja tudni kezelni, és olyan jellegű javaslatokat fog előkészíteni, lerakni a mi asztalunkra, ami abban az irányba fog mutatni, hogy igenis ez jól működhet, ez sikeresen működhet. Én emlékszem, hogy akkoriban sem voltak olyan jellegű hosszú távú kalkulációk egyik összevonásnál sem, ugye volt olyan, aminek én részese voltam, ami bele lett volna írva neked fehéren feketén, hogy kérem szépen most összevonjuk ezt meg ezt az intézményt, és ezzel a 2016-os évben megtakarítunk 3.550.000 forintot. Tehát ezeket az élet fogja kihozni magába. Tehát még egyszer visszautalok akkor a járási hivatalnak a létrehozására, vagy mondjuk az egyetemeknek, a főiskoláknak, az akárkiknek a összpontosítására, vagy központosítására, centralizálására, vagy a kórházaknak a centralizálására. Tehát itt lehet ezekről beszélni. Ugye azt mondják, hogy igen, ez hatékonyabb, ez gazdaságilag jobban megéri, majd az élet igazolja. Tehát olyat ne is várjál, hogy most én itt fel fogom írosgatni, hogy ezt kérem szépen akkor a adott tisztítószereken szerintem 350.000 forintot meg fogunk tudni spórolni, mert ez nem az én feladatom lesz. Ez annak az adott intézmény vezetőnek lesz a feladata, mint mondjuk a városi kincstár kapcsán és a városi kincstár vezetőjének, hogy az összevont 5 intézményünknek vagy 8 intézményünknek a mindennapi pénzügyi meg költségvetési jellegű adminisztrációs jellegű feladatai kapcsán megtalálja azokat a lyukokat. Amiket ugye vázoltunk itt ebben az előterjesztésben, azok nagy része egy olyan jellegű javaslat, amire ugye rámutatott már több alkalommal, nem az önkormányzat, meg nem én, hanem mondjuk egy áropos pályázati felmérés, vagy az a szakmai bizottság, aki megvizsgálta ezeknek a apró részleteit, vagy ennek a lehetőségét. Tehát én azt hiszem, hogy ugyanúgy, ahogy mondjuk a városi kincstár vezetőjének kell megtalálnia, hogy hogy tud az a intézmény a legjobban és a leghatékonyabban működni. És visszautal, hogy a 10 év a felállítása előtti időszakra azért maradt meg az az intézmény is, mert hatékony, hogy hatékonyabban tud működni, költséghatékonyabban, sikeresebben tud működni. Ugyanúgy én azt gondolom, hogy az AMK-knak, vagy az ilyen összevont intézményeknek is az mutatta, vagy támasztotta alá a létjogosultságát, és azért maradtak meg nagyon sok helyen, mert ez jól működik, mert ez hatékonyabban működik. Még mindig nem hallottam konkrétumot, és mivel polgármester azért az előző időszakokra is utalgatott bőséggel, én is tagja voltam annak a testületnek, és emlékszem számokra. Érdemes megkeresni azokat a napirendeket, ott az intézmény összevonásokkal kapcsolatban, létszámmal kapcsolatban, a jövőbeni működéssel kapcsolatban bőségesen voltak információk a képviselők számára, itt viszont semmi nincs. Én azt gondolom, ennyi erővel kitölthetnénk minden héten egy lottószelvényt, aztán vagy nyara szavas vagy képviselőtestület, vagy nem. Körülbelül így állunk most, és akkor ennyivel többünk van, mert, és most már a véleményemet mondanám el ezzel a napirenddel kapcsolatban, hogy amikor ezt a bizottság elénk tárta néhány hónappal ezelőtt, talán egy testületben és talán a bizottságon is elmondtam, hogy ami ott le van írva, az nem szentírás, és azt nem kell nekünk mindenféleképpen végrehajtani. Talán lesznek elég bölcsek a képviselők, és átgondolják azt, hogy milyen döntéseket hoznak majd, ha arra kerül a sor. Ugye az egyik ilyen
pont az ez volt, a művelődési központ és könyvtár és a Vasvári Pál Múzeum esete. Ugyanis akkor is és most is azt mondom, hogy két olyan intézményről van szó, és intézményben dolgozó emberekről, akik a lehetőségekhez képest a maximumot, vagy még attól többet is kihozzák. Meg kell nézni, most itt Zsuzsára nézek, a múzeumnak a gazdag programját. Egy bejáratott, nagyon jól működő rendezvénysorozatról van szó. A Találkozások háza, a könyvtár ugyanezt a folyamatot végzi, vagy ugyanezt a folyamatot láthatjuk náluk is. Nagyon sokszor hozzányúltunk ugye a pénzeikhez. Kevesebből gazdálkodhattak, mégis megoldották, erőn felül teljesítettek, és most mi mégis egy olyan döntésre készülünk, hogy a bizonytalanságba akarjuk taszítani azt, ami jelen pillanatban jól működik. Én azt gondolom, semmiféleképpen nem támogatható részemről ez a gondolkodás, mert én mindenféleképpen meghagynám a múzeumnak és a művelődési központnak is az önállóságát. Egy az, mert nem látok, ismét nem látok, és azt hangsúlyozom, hogy ismét nem látok, vagy ismét nem látunk kidolgozott anyagot, nem látunk számokat, nem látunk olyan mondatokat, amik alátámasztanák hivatalosan, pontosan, hitelt érdemlően, hogy miért kell nekünk ezt meglépni. Nem látok garanciát arra, hogy az intézményben alkalmazásban állók valóban úgy lesznek foglalkoztatva továbbra változatlan bérrel. Hát az alkalmazotti besorolásban lesznek, hát kérlek, hogy ennyit ne ferdítsünk már. Hát tudom, hogy neked mindennel kapcsolatban lehet olyan állapotokat generálni, hogy nem felmondanak neki, hanem felmond magától az illető. Nem szeretnék ebbe én belemenni. Én azt gondolom, hogy mindenkinek lelke rajta, úgy dönt, ahogy akar, ahogy ő azt jónak látja. Én a jót elrontani nem szeretném, és úgy, ahogy a bizottságunk támogatta, azt gondolom, hogy nekünk is azt kellene támogatni, hogy változatlan formában maradjanak fent az intézmények is működjenek tovább, és nem összevonni, meg megkavarni, meg bonyolultabbá tenni kellene a dolgukat, hanem még jobban segíteni őket. Úgyhogy arra kérek és arra biztatok mindenkit, hogy szavazzon úgy, hogy ez a két intézmény önálló maradjon, továbbra is jól működjön. Azt tudjuk mindannyian, hogy ha kell, akkor összezár a többség. Én most Misire nézek, Misi, te vagy a mérleg nyelve. Én azt gondolom, hogy amikor döntöttél egy évvel ezelőtt, hogy odaállsz, ahol állsz, szerintem akkor, személyes. Ne menjünk bele a személyes dolgokba, jó? Tehát akkor most kérek szépen, a témánál maradjunk, mert el fogom venni a szót, jó? Az ő szavazatáról van szó. Így van, tehát ne személyeskedjünk, nem személyeskedjünk, ki hova szavaz. Egy véleményt mondok el, és kérem a képviselőtársamat, hogy úgy döntsön, ahogy én is javasolni gondolom, ahogy a bizottságunk javasolni gondolta, és bízom benne, hogy hozni fog egy ilyen döntést, ami véleményem szerint helyes. Köszönöm szépen. Egy mondat, és minden személyeskedést én lezárnék. Szerintem alpolgármester úr, amikor egy évvel ezelőtt döntött, hogy hova állt, a város érdekében a lehető legjobb helyre állt. És köszönöm szépen ezt itt most is neki, meg az egész képviselőtestületnek, aki ebben partner volt, és itt lezártam a dolgot. Visszautalva te gondolatmenetedre, én már megszoktam azt, hogy ha bármiféle újításban gondolkodok, akkor az biztos, hogy nem fog neked tetszeni személy szerint, csak azért is, ha én fehéret mondok, te feketét mondasz, nem akarok visszautalni, de ha rajtad múlt volna, akkor az ókorban a tüzet biztos, hogy nem találtuk volna fel, mert hogy ördögtől való véteknek tartottad volna. Én bízom benne, hogy az idő engem fog igazolni, ugyanúgy, ahogy a temetővel kapcsolatban is, majd meg fogod kapni azt a két csomagot, mondjuk beszámolóban egy szakmait, meg egy pénzügyi beszámolót, és meg fogod látni, hogy mennyire sikeresen lehet, vagy mennyivel sikeresebben lehet működtetni azt a fajta szakfeladatot, vagy azt a fajta részfeladatot. Itt is bízom benne, hogy meg fogjuk kapni a támogatást, és még sikeresebb gazdaságilag is, szakmailag is egy még hatékonyabb intézményt fogunk kapni. Köszönöm szépen, ezzel én le is zártam. Reagálnék, mert polgármester úr feldobta a magaslabdát. Még ez a harmadik neki, úgyhogy még most meg kell adnom ezt a SMS-t. Tudjuk az SMS-t, örülök neki. Számoltad. Én is számoltam. Köszönöm, ez legalább megy.
No, tehát a lényeg az, hogy mivel a polgármester úr feldobta a magas labdát, és azt gondolja, hogy én egy olyan ember vagyok, aki kerékkötője a jó dolgoknak. Úgy hiszem, hogy ez nem így van. Ne menjünk nagyon vissza, de ha kedvem lesz és időm, akkor még megszámolgatom, hogy hány olyan döntés volt, ami előrébb vitte Tiszavasvári sorsát, és talán még önt is segítette. Legyen most a legutóbbi, és hogy már megint igazam volt, és ez száfolhatatlan tény, nyugodtan nézze minden Tiszavasvári vissza a tévébe, YouTube-on, ahol jól esik. Én is részese voltam azoknak a felszólalóknak, akik elmondták, hogy a temetővel kapcsolatban nekünk az, ami elénk van rakva, az nulla, az semmi, az nem az, ami le van írva, és láss csodát, polgármester úr, ott ül abban a székbe, nem a mesébe és nem az álomvilágban vagyunk. Mi történt? A döntésünket meg kellett másítani, vissza kellett hozni, és hoztunk egy olyan döntést, aminek én is részese voltam, és hogyha a tízzel kapcsolatban az a tűz lobogna nem kicsit, hanem nagyon. Akkor lobogjon most is, Zoli. És most is lobog, mert, is mert ez a labda lecsapás, ez nekem nagyon tetszik, tehát én is részese voltam annak, hogy a temető most ilyen működtetésbe került. Átláttam, megértettem, hogy miről van szó. Szabó Andrásnak elfogadtam és egyetértettem a mondataival, amikor felszólalt ebben a kérdésben. Én akkor is azt hiányoltam, mikor ezt a témát tárgyalta a testület, hogy rendes előterjesztésünk legyen, rendesen előkészítve, számokkal, tényekkel alátámasztva. Nem, talán, meg bízunk benne, meg lehet bármilyen. Ez nem felelős embertől való gondolkodásmód. Le kell tenni ide elénk a papírokat. Majd ha itt lett volna múzeummal kapcsolatban, könyvtárral, művelődési központtal kapcsolatban, minden szám szerint és szépen ki van dolgozva, akkor azt mondjuk persze, látjuk, nem tudjuk megcáfolni, igenis támogatni kell. De itt a bizonytalant olyan, mintha lottoznánk. Úgyhogy ezt nem tudom támogatni. Ami jó, fogom támogatni, ahogy tettem eddig is, és ezután is fogom, de ezt nem tudom elfogadni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, van egy parancsolj, igen. Hagánika, majd meg lettem szólítva Zoli részéről. Függetlenként fogok szavazni, mint hogy szavazzon Zsolt is függetlenként, mint ahogy nyilatkozott a tévében, szavazzon Csilla is függetlenként. Én úgy gondolom, hogy az interneten is mindent meg lehet találni, intézmény összevonásokkal kapcsolatosan. Én egy 2013-as tanulmányt átolvastam, mert szépen részletezte, hogy mik az intézmény összevonásoknak az előnyei és hátrányai úgy falvak, városok vagy megyék esetében. Én úgy láttam és úgy látom jónak, hogy több az előny, mint a hátrány egy intézmény összevonásnál. Azt, hogy most a polgármester nem fog neked adagokat mondani, mint ahogy Rátó Zsolti nem tudja megmondani, hogy most konyhasót használ a savanyú káposztájához, tengeri sónál menj vele, ezt másabb az íze, ezt ne várd el, csak akkor, hogyha meglépte és megtette. Nagyon fél volt példával értem, de én így gondolom. Mert próbált ki Zsolti, hogy mennyivel ezt másabb az íze annak a káposztának, hogy is adagjáljuk, mint vállalkozó, de is vállalkozói szemlézel mindent, állandóan a számok tükrében nélszállandóan a számokkal vagdalkozol, meg kell próbálni a dolgok a gyerekek, és utána kellett olvasni ennek is. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Van egyéb jellegű észrevétel. Hivatalvezető úr, csak ha a tárgyhoz. Keresen jó. A tárgyhoz, köszönöm szépen. Igen. Szavakat, amelyekkel a járási hivatal rendszer illetett polgármester úr, de azért azt ne felejtsük, hogy a polgármester úr is részese volt annak, hogy jegyző azt is, hogy a járási hivatalok kialakításáért hány statisztikát kellett adniuk az önkormányzatoknak, és mi nem feladatokat, mi feladatköröket mondtunk össze, azonos terpésekről, nem pedig ez a rendszer mindig a mit, de nem akarok ebbe belefolyni. Tehát mi embereket szedtünk össze, és megmintettük az önkormányzat munkáját, levettük a vállalatokról, elég sok kellett vele. Köszönjük, de így van. Köszönjük szépen a dicséretet, akkor mindenki örül és boldog. Jó, köszönöm szépen. Egyéb jellegű felvetés, ami még nem hangzott, de nem történt, akkor témát lezárva. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen hivatalvezető úr részvételedet, kellemes napot kívánunk. A vitát akkor lezárom, kérem szavazzunk, aki elfogadja az előterjesztés és a határozattervezetet, az kézfelemeléssel jelezze. Tartózkodás, egy tartózkodás nem szavazat, 3 nem szavazat és 7 igen szavazattal elfogadásra került az előterjesztés. Következő napirendi pontunk.
illetve hát itt négy határozattervezetről kell majd szavazni a 17-es napirendnél. Előterjesztés az újonnan megalakuló intézmény igazgatói álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázati kiírásról, vezetői megbízásának visszavonásáról, valamint az igazgatói pályázatokat elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról. Pénzügyi Ciáki Timike a témafelelőse. Tisztelt képviselőtestület! Az első és második határozat tervezet kapcsán, ami a magasabb vezetői beosztás visszavonásáról szól, szükséges egy újabb pont előtt, ami a következő lenne. A fenti intézkedés ellen az MP 287 paragraf és egybekezdésének A pontjában meghatározottak szerint a kinevezés egyoldalú módosítása esetén a közvéstől számított 30 napon belül keresettel fordulhat egy egyházi közigazgatási és munkaügyi bírósághoz. Ez lenne a határozattervezet harmadik pontja, így egyértelműen, amelyben Fülöp pedig polgármester úr tájékoztatja a közigazgatót a négyes pontra. A második határozattervezetnél a másolás következtében átolódtak a pontoknak is a közigazgatás város négyes pont lenne, illetve ennél a második számú határozattervezetnél szükséges még a címnek a módosítása, a kinevezésének megszüntetéséről helyett a beosztás visszavonásáról szükséges a kerülnek. Illetve a négyes számú határozattervezet, ami a figyelmi bizottság tagjait tartalmazza, javaslom, hogy a pénzügyi és ügyelmi bizottság Orszabó Krisztián növegyen a testület még a Szociális és Humán Bizottságot kovásolni. Köszönöm szépen, kérném a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését. A pénzügyi és ügyrendi bizottság mind a négy határozattervezetet 3 igennel, 2 tartózkodással javasolja a képviselőtestületnek elfogadásra. Köszönöm a témafelelős által tett szóval intézítésre. A szociális és humán bizottság döntését kérném. Szociális humán bizottság az első 3 határozattervezetről nem szavazott. 4 igen szavazattal az igazgatói pályázat elbíráló bizottságának tagjainak megválasztásáról a határozattervezet elfogadását javasolja azzal, hogy a pályázatok véleményezésére létrejövő 3 tagú eseti bizottság tagjának ezzel járó feladatok ellátásával a Szociális Humán Bizottság részéről Szőke Zoltánt javasolja megbízni a pénzügyi és ügyrendi bizottság tagjára vonatkozóan nem tett javaslatot. Köszönöm szépen. Nem akarom kommentálni, mert akkor Zoli reagál rá. De akkor csak kommentálnom kell. Tehát ha nem szavazod meg, nem fogadod el, nem értesz vele egyet, akkor minek delegál a bizottság? Megmondom, polgármester úr, mosolytárgya, ezt nekem tudom, teljes, de én már előre vetítettem a szavazati arányt, úgyhogy kicsi vállalta a terhet. Tehát én láttam ezt, hogy előre láttam, bár nem vagyok jós, hogy ez így fog bekövetkezni, mert a fegyelem az fegyelem, tehát az alól nem lehet kibújni, és tudtam, hogy ezt így fogják elfogadni, hogy 7 igen szavazattal ezt a két intézményt össze fogják olvasztani, és ezért gondoltuk azt, és nem egyedül gondoltam, hanem a bizottság gondolta, tehát 4 fő, és ebbe Julika is ugye mind bizottsági tag részt vett, tehát ez nem egy személyes gondolat, hogy ebben a határozatban állást szeretnénk foglalni, de megtapasztalva a légkört és ezt a helyzetet, én köszönöm szépen, én nem kívánok ilyen ezzel a lehetőséggel. Köszönöm szépen, én ezt tudomásul vettem, támogatom is, el is fogadom, és itt le is zárom. Van-e egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás ezzel kapcsolatban? Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk. 4 határozattervezetről kell, először kérem, hogy az egyesről szavazzunk készfelemeléssel. Tartózkodás, nem szavazat, 4 nem, 7 igen. 2-esről is szavazzunk, 7 igen, nem szavazat, 4 nem szavazat. 3-asról is szavazzunk, kézfelemelés, aki elfogadja. Ez most el lett fogadva, az igen, akkor 7 igen, nem szavazat, 4 nem szavazat, és akkor 4-esről is szavazzunk, aki elfogadja, ez is 7 igen, nem szavazat, 4 nem szavazat.
Köszönöm szépen. Következő napirendi pontunk a 18-as, tájékoztató a Tiszavasvári Települési Értéktárbizottság 2015. évi második fél éves munkájáról. Témafelelős gazdagnédok, köszönjük szépen, Zsuzsán. Témafelelős gazdagnédoktól Tóth Marianna osztályvezető, asszony, van-e kiegészítés az erőterjesztéshez kapcsolódóan. Az előterjesztésből ki tudnik, ugye pont itt van a polgármester asszony is, mint általában a testületi ülések kapcsán jelen van, hogy azért elég jelentős szakmai munkát végeznek, vagy végeztek a települési értéktár kapcsán. Azért itt nekem több alkalommal is dagadtam el, és büszkeségre adott okot, amikor megyei közgyűlésen a megyei értéktár kapcsán megkaptuk a beszámolót arról a munkáról, ami a megyét érinti, és hát olyan jó érzés volt ebben a Tiszavasváriból bekerült értékeket, akár most itt a Kabai házas párról gondolok, ezt olvasni és látni, hogy valóban erről a területről, Tiszavasváriból is vannak olyan hagyományok, értékek, életművek, emberi nagyságok, amelyek egy megyei értéktárba, sőt egy országos értéktárba is bekerülhetnek, illetve hát hungarikummá nyilváníthatják. Én azt hiszem, hogy a legjobb visszajelzés ilyen esetekben, amikor valami mellett döntünk, hogy valami újat próbálunk kialakítani, az, hogy mennyire foglalkoztatja ez az embereket. És egy kicsit megbojdult azóta a város, amióta a települési értéktár mellett döntöttünk. Sorozatosan jönnek az ötletek, hogy miket lehetne bevenni, és bevallom, hogy engem is néha elkápráztat, vagy úgy mondhatom, hogy csodálattal tölt el, amikor egy-egy új terület kerül be ebbe az értéktárba, vagy egy-egy új felvetéssel ismerkedünk meg, és hát valóban ez óriási büszkeség, amikor belegondolunk, hogy mennyi értékünk van. Úgyhogy én nem is szaporítom a szót tovább, én azt mondom, hogy csak így tovább, és minden bizottsági tagnak jó munkát kívánok, és még több, még jobb ötleteket. Van-e egyebek? Egyéb hozzászólás ezzel kapcsolatban, a tájékoztatóval kapcsolatban? Ha nincsen, akkor erről szavaznunk kell egy igennel, nemmel tartózkodásra, de úgy látom, hogy mindenki igennel szavazott. Köszönöm szépen. Egyebekben kettő napirendi pontunk van. Egyesként előterjesztés a 27/2012-es rendelettel jóvá, hogy az helyi építési szabályzat és szabályozási terv módosításának elfogadásáról. Téma felelős Kovács Edina. Köszönöm szépen. Kéném a pénzügyi és ügyrendi bizottság döntését ezzel kapcsolatban. A pénzügyi és ügyrendi bizottság a határozat szerepzeteket és a mennyire tervezeteket is igen szavazattal javasolt képviselőtestületnek elfogadása. Köszönöm szépen. Van-e kérdés ezzel kapcsolatban, vélemény? Ha nincsen, akkor kérem, hogy szavazzunk. Ugye itt két határozattervezetről és egy rendelettervezetről kell szavaznunk. Akkor először a határozattervezeteket teszem fel. Szavazása 1-es határozattervezet, 11 igen, 2-es határozattervezet, 11 igen szavazat, és a magát a rendelettervezetet is kérem, hogy fogadjuk el. Ez is 11 igen szavazattal elfogadásra került. 2-es napirendi pontként előterjesztés a kötelező betelepítési kvótáról. Téma felelős gazdagnéd dr. Tóth Marian, de mielőtt átadom neki a szót és felolvassa a határozattervezetet, vagy pontosítja a határozattervezetet, azért annyit hagy jegyezzek már meg én, üdvözölve a kormánynak, illetve hát a Fidesz frakciónak is ezt a fajta kezdeményezést, hogy azért vannak olyan élethelyzetek, amikor szerintem a politikát felül kell írni a bizonyos történéseknek, és én azt gondolom, hogy mindegy, hogy honnan érkezik egy javaslat, ha ilyen élethelyzetről beszélünk, akkor azt el kell fogadni, akár bal oldalról, akár jobb oldalról, akár más területről, és ugye kaptunk itt egy, és a bizottság is felvette a tegnapi nap folyamán a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról szóló
határozott tervezetet, amelyet, ha jól tudom, minden egyes településre megpróbál eljuttatni a kormány. Én ezt üdvözlöm, és természetesen egyértelműen támogatom, és szerintem mindannyiunknak támogatni is kell. Azzal a kiegészítéssel, hogy 2-3 pontosítást szeretnék én elfogadni ebben a tervezetben. Ezeknek egy részét én úgy tudom, hogy parlamenti síkon, országgyűlési síkon a Nemzetházában is félig meddig elfogadtak, vagy egyetértés volt a politikai pártok között, hogy ezeket el kell fogadni, és egységben kell az erőt kifelé mutatni. A határozat tervezetben javításként vagy pontosításként én minden területen a betelepítési kvóta elutasítása mellett nem csak a kvótát, hanem a visszatoloncolást is belevenném és utalnék erre. Ez ugye minden képviselőnek kiosztásra került, illetve azért egy olyan plusz szegmens, egy olyan plusz területet beszúrnánk a határozat tervezetbe, amelyet én azt hiszem, hogy mindenki egyértelműen támogatna, az pedig az, hogy nem támogatja az önkormányzatunk idegenrendészeti objektum létesítését a közigazgatási területén, ez lehet befogadó állomás, vagy egyéb ilyen jellegű állomás, és egyben elutasítjuk, hogy harmadik országbeli állampolgárt kötelezően alkalmazni kelljen a közfoglalkoztatási programokban, hiszen erről is volt szó, ugye az utóbbi időben azért láttuk, hogy mennyi zavarkás és támadás indult a befogadó állomások vagy menekülttáborok ellen, úgyhogy még egyszer hangsúlyozva azt, hogy köszönjük szépen, hogy ez most itt elénk kerülhetett, ha nem került volna, ugye arról a részről, akkor biztos, hogy én behoztam volna, illetve készültünk is volna rá. Itt ebben szerintem egységesen kell nyilatkoznunk, egyöntetően kell nyilatkoznunk, és természetesen minden ilyen jellegű döntést el kell utasítanunk. Parancsolj! Miért harmadik országbeli? Mert a második országbeli az uniós. Az uniós? Igen. Tehát így van a szabályok. Vagy akivel olyan jellegű nemzetközi... Tehát a másik országbeli, ez pedig a harmadik... Harmadik világbeli, tehát aki kívül... Ez a kifejezés. Tehát a schengeni határokon kívül jövő személyeknek a... Mint a fölvárásnál. A második az még vásárol. A harmadik az benne. Jó. Van ezzel kapcsolatban még észrevétel? Parancsolj! Ugye ennek a napirendnek az az előzménye, hogy kaptam egy felkérést azzal kapcsolatban, hogy Tiszavasvári Város Önkormányzatát képviselőtestületét keressem meg ezzel a kéréssel, tehát a kötelező betelepítési kvóta elutasításával, ebben foglaljunk állást. Tegnap Szociális és Humán Bizottság ülésén sikerült ezt napirendre vennünk, és a bizottság ezt elfogadta, támogatta. Én nagyon örülök annak, hogy ez most gyorsan testület elé is került. Igaz, kicsit kibővítve, mint ahogy polgármester úr elmondta, de azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatosan nincs közöttünk ellentmondás. Az én információim, tudomásom, meg aki a híreket figyeli, azok szerint is világos, hogy nem kívánunk visszatoloncolt embereket Magyarországra, nem igazán gondolkodik a kormány hotspot létrehozásába, erről is volt már szóbeli állásfoglalás, de itt van élő példaként Debrecenben a befogadó állomás, vagy nem tudom minek, menekültábornak nevezzük befogadó állomásnak, annak a bezárása, tehát inkább a megszüntetés, nem hogy újabb létesítése felé mozdul a kormány és gondolkodik. Úgyhogy én ezt a napirendet így kibővítve is elfogadhatónak gondolom, támogatandónak, hogy arra kérem képviselőtársaimat, hogy tegyék ők is ezt, és foglaljunk ebben állást. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Van egyéb megjegyzés? Nincsen, akkor kérem, hogy fogadjuk el, kész felemeléssel szavazzuk meg. Nem szavazat, tartózkodás, egy tartózkodás, 10 igen szavazattal elfogadásra került. Egyebekben van-e valakinek még az átülés előtt parancsolni? Nekem annyi kérdésem lenne, hogy a 8-as körzetben, ami van a vasúti átjáró, az útesten egy átkelő helyet biztosítani, és a Petőfi úton is, hogy van az a
járda, őt is biztosítani egy átkelőhelyet, mert körülbelül egy-egy kejtete ugye megint sajnos történt egy halálos baleset, amit vissza lehetne ezt fokozni, és... Köszönöm szépen. Ugye vizsgáltuk már ezt a problémakört, sőt a MÁV-nak is írtunk. Hát, Edina, erősíts meg kérlek. A fénysorompóknak, ugye ez a fénysorompónál bekövetkezett baleset miatt volt, akkor kaptunk is választ, ebben a költségvetési évben már beszéltünk róla, hogy mindenképpen tervezünk egy járdát a másik oldalban, a sportcsarnokig, ugye ott van egy zebra, iskolások, óvodásoknak az átkelését könnyítve. Ez egyeztetés, illetve hát azt mondhatom, hogy terveztetés alatt is van, hiszen már megkerestük ugye a tervezőt. Itt a újonnan történő 36-os főút melletti járda építésnek, kialakításnak azért vannak olyan szabályai, ugyanúgy, mint a ifjúságúti csomópontnál az zebra kialakítás, ami azért elég kötött. Tehát nem tudjuk úgy megcsinálni, hogy mondjuk közmunkaprogramból oda egy járdát húzunk, de mindenféleképpen azért a gyermekek meg az ott járókelők védelmében ezt meg kell oldani. Annak a lehetősége, hogy ugye ott kialakítsunk egy zebrát, a másik zebrától egy 200 méterre, vagy 100 méterre, 150 méterre viszonylag kicsi, és lámpát sem biztos, hogy fognak adni, villogó lámpát, viszont már azt a korábbi időszakban azt néztük, hogy talán könnyebb lenne, hogy megoldható lenne, hogyha a sportcsarnok előtt lévő zebrára vezetnénk rá a teljes gyalogos forgalmat, vagy kerékpár forgalmat, és akkor kikerülnénk, hogy ott van az a 4-es vagy 5-ös kereszteződés, nagyon-nagyon bonyolult lenne, hát sajnáljuk, hogy ugye megint történt egy olyan, nem hozzánk tartozik hatóságilag, nem mi vagyunk, akik ebben intézkedési jogosultsággal rendelkezünk, tehát valóban azért ugye azon a területen már volt több alkalommal baleset. Minden ilyen alkalommal felhívtuk akár a MÁV-nak a figyelmét, hogyha vasúti baleset történt, akár a közlekedési hatóságok figyelmét, hogy azért ezen a területen lépni kell. Hát én bízom benne, hogy azért sikert fogunk írni, de azért megpróbálunk egy levelet írok, akkor megint ennek a balesetnek a sajnálatos körülményeire hivatkozva. Ha elutasítják, akkor mondom, hogy az az egyetlen lehetőség maradt, hogy még ebben az évben egy új járdaszakasz kialakításával oda a sportcsarnok előtti zebrához vezetjük a gyalogos meg kerékpár forgalmat. Van-e? Parancsolj! A közmunkaprogrammal kapcsolatosan tettem észrevételt már előző testületüléseken, pedig, hogy konkrétumot mondjak, egy novemberben történt esettel kapcsolatban, ahol 7-8-10 fő került olyan helyzetbe, hogy 4 napig dolgoztatták őket, majd a csütörtöki napon közölték velük, hogy nincs rájuk szükség, aztán több hétig munkanélkül voltak, most újra egy részük bekerült a közfoglalkoztatásba, de a mai napig ez a helyzet ez nem rendeződött, se az, hogy hogyan fordulhatott ez elő, se az, hogy mi lesz az ő ledolgozott munkaidejükkel és bérükkel. Ez a bűdi város részről egy 7-8 főt, én nem tudom, hogy semmilyen tétebb van ilyen eset. Jó. Aztán kérdésre fordultam én a kincstár vezetőjéhez, hogy hogyan történnek a kiértesítések, és miképpen jutnak el az információk a közfoglalkoztatásba bevonni kívánt személyekhez. Itt ő adott nekem választ arra, én ezt el is fogadtam, de többen látták a tévéadást televízióban, interneten, és azóta jelentkeztek nálam olyanok, akik olyan helyzetbe kerültek a kiértesítés, kiértesítés kapcsán, hogy ők valójában nem voltak hivatalosan kiértesítve. Felkeresték a városi kincstárat, a városi kincstárba aláírtak velük egy olyan dokumentumot, hogy ők nem vállalták el a munkát, és gyakorlatilag most olyan helyzetben vannak, hogy nem együttműködőnek minősülnek, és nem kaphatnak támogatást. Most azért mondom el ezt ismét, mert szeretnék lehetőséget kapni arra, hogy akár a hozzám eljutatott panaszos levéllel, akár az érintettekkel ezt az ügyet
polgármester úr bevonásával, a kincstárvezetővel rendezzük, és nézzük át, hogy hogy működik valójában az a kiértesítés, a közfoglalkoztatás, és mi van ezzel a novemberi esettel, mert azért azzal tisztában vagyunk mindannyian, hogy ezek az emberek, akik dolgozni szeretnének, ezért a kevéske pénzért is mindent megtesznek. Bekerültek egy olyan helyzetbe, egy olyan állapotba, ami sokkal rosszabb, mint az, hogy kevés pénzért dolgozzanak, és annyira elkeseredettek, hogy ha szükséges, és itt nem kapnak kellő támogatást és kivizsgálást ebben az esetben, ebben az ügyben, vagy ezekben az ügyekben, akkor más csatornákon keresztül, akár a médiához, akár más hivatalos szervekhez fognak fordulni. Én azt szeretném megakadályozni, hogy ez megtörténjen. Én azt szeretném, hogy ezek az emberek rendezzék a jogviszonyaikat, és tisztázódjon ez a helyzet, hogy kinek is van valójában igaza. Nem jó ez senkinek. Annak sem, aki dolgozni szeretne, annak sem, akit esetleg megvádolnak valamivel, de itt akkor szemtől szembe kell esetleg állítani ezeket az embereket, megnézni akkor, hogy ki írta alá, az az aláírás valójában passzol-e, hogy mint történtek a dolgok. Tehát nem szeretnék több szót erre vesztegetni, mert egyszer erről beszéltünk, én támogatást szeretnék kérni ahhoz, hogy ez az ügy rendeződjön. Köszönöm szépen. Jó, köszönöm szépen. Én tényleg... két dolgot rendeződjön ez az ügy, szerintem mindenkinek az az érdeke. A név nélküli panaszokkal én nem fogok tudni soha az életben mit kezdeni. Vannak ha van XY és azt mondja, hogy igen, én voltam az, akkor lehet pro és kontra érveket meghallani. Viszont azt tudatosítsuk szerintem mindenkiben, hogy a közmunkaprogram az egy lehetőség, nem egy kötelezettség. Tehát független attól, hogy a járási hivataltól, vagy a megyei munkaügyi hivataltól, mindegy, nem ez a pontos kifejezés, az országos közfoglalkoztatás által, ugye van egy kormányzatnak is egy ilyen 100%-os foglalkoztatási kezdeményezés, ezt lehet támadni, pro és kontra, jó-e a közmunka, nem jó a közmunka, stb. De még egyszer mondom, hogy hangsúlyozom, hogy ez nem egy kötelező feladat az önkormányzatnak. Az, hogy mi vállaljuk, meg a kincstár vállalja minden egyes nyűgét, baját, és 700 embert foglalkoztatunk Tiszavas, és akit nyakló nélkül kiközvetít mondjuk a járási hivatal, lehet, hogy analfabéta, soha az életében egy napot nem dolgozott, embereknek a tucatjait foglalkoztatjuk ilyen-olyan helyeken, most mindegy, hogy havat kell lapátolni, vagy szemetet kell szedni, vagy értékteremtő munkát végeznek bármelyik területen, mert vannak nagyon-nagyon sokan, ezt is emeljük ki, tehát azért mindennek van úgy gondolom egy határa. Azzal mi se fogunk tudni mit kezdeni, hogy olyan emberek, akik azért nem helyezkedhetnek el a munkavilágában, mert egyszerűen képtelenek, és akkor megkapjuk mi azt a feladatot, hogy nem baj, majd az önkormányzat foglalkoztassa őket, mert hogy ugye erre törekszünk. Tehát álljon meg a menet, még most azért igyekszünk, meg bírjuk, de azért hosszú távon szerintem igencsak meg lesz rostálva az emberréteg, vagy az a közfoglalkoztatati réteg, aki valóban alkalmas arra, hogy dolgozzon, meg értékteremtő munkát végezzen. Tehát én abban nem leszek partner a későbbiekben, hogy mesterségesen felduzzatva ezt a létszámot, és az utolsó nap, vagy az utolsó pillanatban mondjuk hozzánk dobva, mert ez a probléma, ez az anomália is abból alakult ki, hogy kiközvetítettünk nem tudom mennyi embert, és akkor egy napra rá, vagy két napra rá, amire kiment a kiközvetítő levél, leegyeztetve, és ennek én is tanulja voltam, meg bárhol elmondom, bárkinek elmondom, hogy én is ott voltam, akkor utána mégis kitalálják, hogy nem azok az emberek fognak dolgozni, nem azok az emberek állhatnak munkába, hanem teljesen más csapat. Tehát ezt mondtam járási hivatal vezető úrnak is, meg mindenféle fórumon el fogom mondani még egyszer, hogy a jövőben ebben nem leszünk partnerek, hogy egy nap alatt kelljen kiközvetíteni, vagy két nap alatt kelljen kiközvetíteni mondjuk 200 embert. Mert lehetetlenség, mert félre fog menni a dolog, csak a probléma, csak a nyűk, csak az anomália van belőle. Akkor ütemeznek, és azt kell mondani, hogy egy héttel később jöjjön dolgozni akárki, meg akkor nem tudom, egyenként kell mindenkit felkeresni, és nem egyfajta kidobolási szinten elkiáltani magunkat, hogy XY ott van, elmutassa a személyigazolványát, hanem egyenként behívni, jöjjön be, írja alá. Lehet, hogy voltak ebben sérelmes dolgok, vagy voltak ebben félreértések, én ezt aláírom, igyekezzünk majd mondjuk ezen a dolgon segíteni a jövőben, meg azokat az embereket sem hátrányos helyzetbe hozni, hogyha valóban voltak ilyen jellegű problémák, nem ez a cél, viszont tudom, mert én beleláttam, hogy azért
ez nem rajtunk múlik nagyon sokszor, hogy nem működik flottul, és nem működik mindenféle probléma mentesen ez a terület. Jó? Tehát én azt kérném akkor tőled, jó, nem tőletek, a közmunkaminőségéről akartam. Nem a közmunkaminőségét, nem azt mondtam, szó, tehát nem a közmunkaminőségét mondtam, kérni. Csak ugye akkor, amikor egyik napra a másikra kell elreagálni a kincstárnak, vagy nekem, akár 200 embert, hát nem panaszkodni akarok, de általában ilyen egy nap alatt, vagy másfél nap alatt ilyen stóc közfoglalkoztatási szerződést kell aláírni, mert ugye mindent öt példányban, tehát ilyen ezres oldalt számot kell aláírni. Tehát azért mondom, hogy sokkal gondoljatok bele, meg mindenki gondoljon bele, hogy az a két-három, vagy nem tudom hány adminisztrációs hölgy, meg úriember, aki a kincstárban ezeket a dolgokat végzik, a járási hivatalnál és a munkaügyi dolgozók is, hogy mekkora egy felelősség, meg mekkora teher van rajtuk, hogy ezeket ugye folyamatosan kiközvetítsék. Tehát ebben is van rossz terület, és mindenkinek az a célja, nekem is az a célom, nektek is, a dolgozóknak is az a célja, hogy persze minél többen dolgozzanak, meglegyen mindenkinek a 30 napos bedolgozása, mert hogyha közmunkán mi nem foglalkoztatjuk, akkor menjen el akármelyik vállalkozáshoz, szerezze meg, vagy nem tudom, bárhová, igazolják le neki a 30 napot, mert ha nem, akkor mindent el fognak venni tőle. Tehát még egyszer mondom, hogy az nekünk is az érdekünk, hogy ne szúrjunk ki senkivel, meg minél gyorsabban tudjuk ezeket az ügyeket intézni, minél gyorsabban tudja munkába állni. De az kezelhetetlen, meg egy rosszul kialakult gyakorlat, hogy mondjuk a járási hivatal, vagy a központi munkaügyi hivatal meg pakol minket egyszerre 200 emberrel, és sokkal egyik napról a másikra értesíts ki, megvet fel. Jó? Tehát akkor neveket várunk, jöjjenek el, mondják meg, hogy kik voltak azok. Ha volt ilyen, támasztuk alá, támaszták alá, és akkor majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Jó. Jó. Szeretnék részt tenni én is ebben, úgyhogy mindenféleképpen úgy, hogy ha már engem kerestek, akkor azt a panaszos levelet is eljutatnám, amivel megkerestek, meg akik ebben érintettek. Tehát ezt nagyon egyszerűen rövidre lehet zárni ezt a dolgot, mert azok az emberek, akik többet dolgoztak 4 nappal, úgymond, vagy előbb dolgoztak és később lettek fővéve, azok nyilván le vannak igazolva, nálam is van egy ilyen személy, és azt csúsztatásban meg is fogja kapni. Sőt, már kivette csúsztatásba, tehát nagyon egyszerűen lehet ezt kompenzálni, tehát a munkavállalónak nincs ebbe sérelme. Az viszont, hogy csütörtökön kikézbesítik a neveket, és hétfőn már kötelező dolgozni, tehát ez lehetetlen akár 70-nél, akár 200 embernél. Tehát itt Treszkai úrral is el kell beszélgetni, úgy, ahogy mondod, és egyeztetni kell a kincstárral. Tehát ide legalább, és akkor nem beszélek olyanról, hogy ugye orvosi vizsgálat nélkül és balesetoktatás nélkül nem lehet munkába állítani, tehát ennek a megvalósítása meg legalább egy hét. Tehát az, hogy 3 nap alatt elvárják azt, hogy munkába állítson az ember 200 embert, ez nem a kincstárnak, nem a kincstár vezetésnek a hibája, mert ha 10-szer annyi nő dolgozna ott, akkor se bírnák. Ez a felvetés most nem erről szól, tehát én ezt megértem, meg elfogadom, viszont... Ezért nem itt kell reklamálni, hanem egyeztetni kell De ha a kincstár volt az, aki a kincstárba bementek és aláíratták vele, hogy nem együttműködő, nem alá kellett íratni, mert így kapták meg az utasítást a munkahelyi központtól. Hogy nem vállalta a munkát? Mikor a kincstár nem vállalta a munkát, hanem hogy el kellett indítani ezeket az embereket. De azt iratták fel alá. Biztos, hogy volt egyszer. Aki meg nem jelenik meg. De nem volt kiértesítve. Tehát nem kapott értesítést és állítólag aláírta. Helyette valaki. Biztos, hogy kiértesítve lett. Csak akkor nem az vette át, a felesége vette át, a gyereke vette át, a szomszéd vette át, a nem tudom ki. Ne is vitatkozzunk erről, nincs értelme, csak azért szeretném azt, hogy nézzük meg, mert annak nyoma van, hogy ki írta alá, ki vette át, ki értesítette ki, hogy történt ez meg, és akkor le lehet ez zárni, mert most tényleg beszélhetünk róla, hogy feleség vagy hozzátok ki vette át. Tegyük rendben, valaki ezt fölvállalja, oda jön névvel, címmel, saját arcával, akkor nézzük meg, hogy igaza van-e vagy nincs. Ennyit szeretnék, semmi mást. Köszönöm. Jó, köszönöm szépen. Egyebek. Nekem volna még egy kérdésem, hogy a régi védelmi épület, ahol a nagyon rossz állapotban van, omlik összefele, tehát valami megoldást találni kéne. Hát van egy olyan eresz, ami egyszerűen zuhog, hogy esik az eső, és azt a részt is tönkretesz, amit most már kijavítottunk. Tehát a... Tehát valami megoldást mindenképpen találni, mert kárba visz az eddigi. Igen. Jó, tudom. Egyébként is ugye szépen felújított az épület, tehát azt a részét, azt... jó, a bejárás során néztük is. Felírtuk, Edina felírta. Jó, köszönöm szépen a jelzést. Van-e egyéb? Nekem lenne két kérésem. Az egyik az lenne, hogy
ez nem tudom, hogy elindult egy pletyka, vagy egy ilyen tehát, hogy téves információ, hogy majd amikor lesz a március 15-i helyi adófizetés az első fél év, úgy örültem, hogy tavaly kaptunk folyószámlát, tehát értesítést, hogy mi kinek mennyit kell, és most olyan hírek járnak, hogy ez valószínűleg elmarad, és főleg akiknek mondjuk gépjárműadót vagy ebeget kell fizetni, akkor nem biztos, hogy most ez igaz ez a hír, vagy fog... Tehát meg fog valósulni az, hogy fél év, negyed évkor is, vagy na, az első félre is megkapjuk ezt a előlegi fizetési kötelezettségvel az értesítést. Tehát lehet, hogy egy kicsit bonyolultan mondtam, de... Mindenki meg fogja. Készülünk arra, hogy februárban lesznek jó, köszönöm. Ennek a tömege. Úgyhogy... Jó, akkor ennek örülünk, mert akkor legalább a fizetési morális... Igen, meg hát elébe megyünk a dolgoknak, hogy mindenki legyen tájékoztatva arról, hogy most éppen mi az esedékes. Jó, nem tudom, ez a hír jelezték fel, és akkor... Úgy látszik itt. Igen, és akkor lenne még egy másik kérésem. Soha nem szoktam kérni tájékoztatást, de most az egyszer kíváncsiságból szeretnék kérni egy olyan tájékoztatást, hogy 2015-ben az önkormányzatok, önkormányzatnál és azoknak az intézményeinél történt-e bármilyen jutalom kifizetés, illetve bérmegtakarítása bármilyen kifizetés. Nekem nem kell név szerint, csak hogy egy intézmény, fő és akkor az összeg. Tehát semmi személyes adat nem kellene. Csak egy ilyen. Szerintem nem. Ami nem volt a költségvetésbe betervezve, de megnézzük. Én jó, meg volt rá a lehetőség, mert a rendeletben benne volt, hogy a bérkompenzáció dolgozóknak valamennyi, nem tudom meg. Bérmegtakarítás kettő, és a közbértömeg 2%-áig, amennyiben volt bérmegtakarítás. Azért mondom, költségvetéstől eltérően nem volt, az biztos. Tehát elvileg lehetett. Tehát plusz nem volt, ami a költségvetésben volt, hát intézményi dolgozók között, ha mindegy, akkor, ha nem, akkor nem csak. Csak egy ilyen információ. Jó. Köszönöm, ennyi. Köszönöm szépen, van-e még egyéb? Ha nincsen, akkor bezárjuk a nyílt ülést, és zártal folytatjuk a munkánkat.